uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra, pontosan 16 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello Jani! Jó reggelt! Hello drága hallgatók, itt vagyunk, és döbbenetlen már most 24 a hőmérséklet, és egy hülye volt, aki tegnap 11-től egyik teniszezett. Gratulálunk Balázs! A legjobb időben. 6 teniszpályás pályán játszottunk, gyerekek, ember nem volt. De hogy még az árnyékban se a sörözőpultál se, sehol. Mert a korábbi meccseiddel már elvetted a kedvüket ettől a játéktól. Láttak, hogy hát basszus, ezek olyan magasságok, már semmi keresni valónk nincsen itt a centerpálya közelében. Fú, hát hogyha valamikor szenvedtem, az tegnap volt, jó ki is kaptam, de gyerekek, 50 fok volt a pályán körülbelül, és 2 óráig gyűrtünk. Te kivel teniszeztél, egy UFO-val? Hát egy ügyes srác volt, ügyes új ember, még nem játszottam vele, de nagyon ügyes játszott. Mi lett a vége? 6-4, valahogy így. Jó, de kinek, vagy mindig magad? Neki, kikaptam, nem. Na de. De. Ki az, végzünk. Rájöttem, hogy gyorsítanom kell a játékot. Bukta ide hőguta oda legalább. Bukta ide hőguta, igen, slaggal locsoltuk egymást, mint egy nagyon helyes melegpárat a teniszpályán. Aláálltunk az uhajnak, és fröcsköltük egymást, és közben sikítoztunk, és nagyon virámkodtunk, úgyhogy Szentendre örült, amikor látott minket, hogy milyen helyesek a fiúk, hogy locsolják egymást vízzel. Gyerekek, senki nem volt a pályán. Hát, csodálkozol, milyen érdekes. Olyan meleg volt, viszont gőzerővel barnulok, úgyhogy... De ez jó. Nagyon. Teniszbarnaság? Ez a nyomorult. Nem, itt még van, mert újatlanba játszom, tehát a csík az itt van. De nagyon jó. Csíkos a barnulok nagyon szépen. Jó. Nézd, apa, ott játszik Conga bácsi. Igen. Ja, hát de jó lenne, úgy tudnék játszani. Az már egy egész jó szint. Lesz, hogyha még egyszer-kétszer kimész így egy óra környékén. Igen. A legdurvább időben. Ma is lett volna egy meccs. És ma is lesz egyébként egy olyan napocskánk, amit szerintem azért sokan sírva fognak végigélni, mert hogy irgalmatlan durva lesz, hogy mindenki fogyasszon nagyon sok folyadékot. Jaj, erről akarok majd beszélni mindjárt. Viszont én minden évben elolvasom ugyanazokat az itinereket azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálni. Hát basszus, ezt akartam mondani. Hogy ettől heróton van, a Karolina is mondja, és megőrülök, és a szőr feláll a hátamon. Erről akartam beszélni. Na, melyik rész ez a vart? Hadd kérdezek. Minden. Egy konkrétat hadd kérdezek. Feri, te mint szakértő, te mint fogyasztó. Mikor kértél utoljára például langyos, testmeleg fröccsöt magadnak, hogy hűsd a tested, mert hogy egyébként a szervezetednek nem így sokkal kevesebb energiája a vészel azzal, hogy átmelegít, felmelegíti testhőmérsékletet azt a folyadékot. Tehát, hogy mennyire életszerű szerintetek az, hogy meleg folyadékot Szörnyű. Kértek bárhol is. Mondom, kérlek nyáron. Szépen, már az arab világot én átvettem, forró fröccset kérek. Mert ők teáznak. Forró teáznak egyébként joggal. Okay. Joggal, mert akkor ugye a szervezetet másképp dolgozik, és az elkezdi hűteni. Okay, De soha életemben. Hát nem már. Fura, a hideg folyadékot egyébként a szervezeted azt melegíteni kezdi. Igen, de. Tehát a teától először lever a víz, majd rájössz, hogy egyébként levitte a testhőmérsékletet. De ma reggel meghallgattam 4 darab rádiót, és meghallgattam, én mindig kapcsolgatok ugye reggel, és meghallgattam a jó tanácsokat. Hát olyan jól ébredtem, csicseregtek a madarak, jó idő volt, beültem a kocsiba, és akkor 5. hírszerkesztő mondta el, hogy mit kell csinálni melegben. És én mondtam, miért kell ezt te? Miért? Következő itiner. Ne tartózkodjunk a tűző napon. Nagyon jó. Hát nincs ember, aki ezt ne tudná, hiszen ha meleg van, bemegyek. Ha meg ott tartózkodom, felkészülök rá. Vigyünk magunkkal védőitalt. Hát szomjas vagyok, iszom. Iszik az ember néha valamit. Este, amikor lehűl a hőmérséklet, szellőztessünk a lakásban. Nagyon jó. Hogy ez? Engedjük lehetőleg... a redőnyt. Ha meleged van, akkor nem tudsz gondolkozni. De hát ez nem így van. Mert ha még azt bemondják, hogy a reflexek tompulnak, azt is bemondják, és mondjuk a közlekedésben több a baleset, oké. De miért kell egy egész országot mindenkinek hülyének nézni? Hogy este, amikor lehűl a hőmérséklet, csináljunk kereszthúzatot. Nappal húzza be a sötétítőt. Hajnalban csináljunk kereszthúzatot, de hát könyörgöm, mindenki ezt csinálja. Hát azért ennyire senki nem hülye, és ezt elmondták a Juventus-szól, ezt mindenhol elmondják, ez egy ilyen közös itiner, tudod, amikor leesik az első hó, és elmondják, hogy az FK fölkészült a havazásra, és télig nem. És akkor igen, sok folyadékot fogyasszunk, ne tartózkodjunk a napon, sokat legyünk árnyéban, hát
Basszus. Hát könyörgöm. Kérem szépen azokat a széles tömegeket, akik éppen most kinn vannak a 35 fokban, kinn a napon fedetlen fővel, ital nélkül, hogy fogyasszanak italt, és húzódjanak be árnyékba, ha lehet. És a hazánkba költöző svéd kisebbség, az nektek smafu, akik most jöttek ide, és nekik kell szólni. Erre gondoltam én is. Viszont nem értik ezt, hiszen svédül nem nagyon mondják el a hírszerkesztőt. Nyilván vannak azok, akik ugye ott dolgoznak kint, akik mit aszfaltoznak, vagy bármi, de azok is tudják, hogy munkaidő végén bemennek a melegbe, meg sapkát húznak, meg sokat isznak, mert egyébként napszúrást kapnak. És ezt minden nap elmondják. Ha egy hétig tart a kánikula, akkor egy héten keresztül minden reggel meghallgatod, hogy tartózkodjunk árnyékban, védővital, fejfedő, kobakfedő, esti szellőztetés, redőny leengedés. A legjobb. Hogy ezzel így elmegy fél perc? Vagy ez hogy van? És ezt bemondja a híradó, ezt bemondják a közszolgálati rádióban, mert tegnap azt hallgattam. Tehát, hogy így minden, döbbenet, de nagyon szórakoztató. És utána pedig elmész a családdal egy kicsit, mit tudom én, munka után egy picit sétálgatni, akkor a férjednek veszel ugye egy pohár meleg fröccsöt, te iszol egy jó langyos kakaót, utána a gyereknek veszel egy téli fagyit. Nem életszerű, igen, egy cigirágot. Mi van? Igen, na mindegy, igen, ez fura, hogy neked is föltűnt, én is erről akartam beszélni, mondom, hogy ez így hogy? De nincs ezzel valami. Tegnap állok a hűtő előtt, ugye, egyszer boxer alsóba, hajnalba megvilágítja a sukártestemet, a belső fény, kiveszem a gyöngyöző palack tonikot, és iszom, glug, 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 tolom lefelé, és pont így beugrott, hogy basszus, hát ez nem meleg, ehhez mi lesz így? És imádom, és akarom, és még, érted, mi lesz ennek a vége? De most este futás után hazamész, bírnál inni mondjuk meleg teát? Nem, na? Hát nem. Megmondjam, hogy mi történik olyankor. Bedugom a fejemet a csap alá, és így megnyitom a hideg vizet, és zubog rám, és öntöm magamra, és hűtöm magam, és egyébként azt szoktam csinálni, hogy bedugom ilyenkor a kis csapunkat, és akkor szépen még így a csuklóimat is belerakom, hogy az ereken keresztül minél hamarabb lehűtse a testemet, az a kis hideg vizecske. Most mi van? Jött már ilyen önkormányzati parancs, hogy szabad engedni fürdőzni? Ezt nem mondták a hírekben? A szökőkutatban. Nem, most volt pont a reggel a hírekben, nem lehet, mert valami olyan anyaggal tisztítják, ami tisztítsák, ami veszélyes. Amit igazán nem értek, mert ez zárt rendszer, tehát nem tudom, biztos ezt leengedik. De hogy igen. Például külföldön például nem klórozzák agyon ezeket a vizeket, hanem lehet benne fürdeni. De ezért kellene felállítani tényleg olyan szökőkutakat. Hát figyelj, ez reggel is. Hogy jön ez most? Tavasszal, nyáron, érted? Én értem, hogy mindig a szekciál az esetben, de hát most azért nem hozom szóba, mert hogy nem jön probléma. Ezért kellene olyan szökőkutak, amikben lehet fürödni. Csak azért, hogy meglegyen az élmény az embereknek. Azért szerintem a gyerekek ezek szeretik az ilyesmit, meg buli. Érted? Valljuk be őszintén, azért a tűzoltóknak nem okozna akkora örömet az, amit egyébként a videoklipekben rendszeresen látni szoktál, hogy oda mennek a brazil gyerekek az utcán, ez a tűzcsaphoz, valami oda megy egy felnőtt, szépen letekeri nekik, zubok kifelé víz, az csak videoklipben jó mulatság, a tűzoltóknak már annyira nem. Ezért kellenének hasonló kis látványosságok. Gyerekek, én dunapárti vagyok, tudjátok. Én azt mondom, Dunába kell fürdeni. Uh-huh. Nem Pesten. Tavaly október végén még onnan szedtek ki talán a rendőrök, hogy hagyjuk abba a fürdőzést, mert nem biztos, hogy ez már annyira jó. Komolyan mondom, tök tiszta. Ha elmegy az ember például Visegrádra, Visegrádon egy 5 kilométerrel túlmész, van egy olyan homokos rész, egy olyan homokos part, hogy... Igen, azt tedd azért hozzá, hogy nem mindegy, hogy hol. Nem mindegy, hogy hol fürdesz. Fekete erdőnél nagyon például. És eltűnsz egy örvény. Nem, persze, nem, hát kijelölt fürdőzőhelyeken lehet fürdeni, de lankás, nem hideg, meleg, és olyan tiszta, ami bejön Budapestről, én mindig fölfelé megyek, tehát hogy ott nagyon-nagyon szép. Budapesten aztán a nullás felé nem tudom, hogy milyen, de Göd után már Visegrád felé gyönyörű a Duna. És rengetegen fürdenek benne. És semmi baj nem lesz. Pedig fantasztikus. És ott meg aztán ahol ered. De tényleg, szóval, hogy érdemes kipróbálni, nem kell nagyon tőle félni. Tehát, hogy tavaly én a Benivel fürdöttem a Dunában, és semmi baja. Tehát, hogy ez egy ekcéma, meg mit tudom én, tényleg. Tiszta. Még annak ellenére is, hogy mennyi mindent engednek bele. Valahogy ezt az élővilágot helyre teszi. Velencei tó 27 fokos volt tegnap. Az kicsit már ilyen pocsolja. Igen, a Dunában az, hogy azért az nem tud nagyon túlmelegedni. Tehát ez sose lesz ilyen 22-23-24-nél melegebb. Csak ilyen sekélyesebb víznél. Visegrád fölött van egy olyan part, mondom, hogy lelátsz a vízre. A homok valahogy átszűri a vizet, és egy ilyen fél méterre lelátsz a Dunába. És látom a sörös kupakokat. Látod a törött üvegeket, a szemetezacskót, meg nem, hál' Istennek ilyen. Az interspáros bevásárló szatyrokat. Tehát van mit nézni. De nem, tényleg az egy jó dolog.
Na mindegy, mi újság egyébként? Minden oké, mindenhol? Minden a legnagyobb rendben, ha arra magyarázatot adtok na. Ti, két nagyon okos férfi, hogy mi az az új divat, hogy különböző emberek így érzik azt, hogy miután lejárt a munkaidejük, még ők bennmaradnak valószínűleg irodákban, és este 8:45-kor hívogatnak így. Nem tudom, hogy nektek van-e most ilyen. Kérlek szépen, hogy hívják a villamos, sokat ilyen elmű vagy micsoda. Ja. Várjál, 8:45 otthon ülünk kint a teraszon, egy meleg fröccsel természetesen. Amiben nézzük, mivel a gyerekek másra. Téli fagyiznak. Az a hűtő. Igen. Magamat nézem, érted? A védőitallal. Igen, árnyékban redőnyök fölhúzva, szellőztetve? Jó. Béka forró lábfürdővel puhítja a lábát. Így van, és meleg tussal locsoljuk ki, kivezettük. Ez nézem, valami 20-as szám, hát mondom, fölveszem, biztos fontos. 8:45. Jó napot kívánok, zavarok-e? Hát mondom, ha megmondja, hogy kicsoda, és miről akarunk beszélgetni, akkor eldöntöm. Igen, én is szeretem így, jó napot kívánok, zavarok-e, így nem tudom, hogy mit csináljak a kérdéskörrel, és akkor elmondta, hogy Kovács Aranka vagyok, amit én milyen szolgáltatótól, és hogy azt szeretném megkérdezni, hogy az önök igényeinek megfelelően van-e a mit tudom én, mi kalibrálva. Ne haragudjon, hogy én nagyon örülök, hogy magam szeretném dolgozni, de 8:45 van. Hát, de miért most alkalmatlan? Ön szerint? Kérdezek vissza. Ez döbbenet. Hogy ön szerint alkalmatlan? De mit akart, hogy valami leolvasás? Vagy hogy jó elműszered? Vagy hogy valami? Nem, hanem mi általányos fizetésben vagyunk, és hogy át akarsz állni. Nem akarsz. Ja, havi leolvasás, általány, aha, értem. És mondtam, hogy ezt nem tudjuk emberi idő. De miért nem 4:10? Vagy hogy igen. Mondják, hogy meccset nézek, hívjon már vissza 21:30, akkor van vége. Legyen kedves, csütörtöktől csörögjön rám, akkor csúnyában is halt. 11-kor telefonáljon, legyen kedves, mert akkor már a gyerekek is alszanak. Szanak. Tehát, hogy az még jobb lenne. Ez kemény. Tegnap, várja, mi volt, mi van ma? Ma van szerda. Nem, ez még múlt héten pénteken volt, múlt hét péntek este, valami rendezvény szervező kislány. Hogy ő a mit tél honnan, és hogy nekünk beszélnünk kell. Mondom, péntek este 9-kor. Hát figyelj, hosszú hétvége lesz, én pihennék, remélem, hogy te is, majd hívjál. Hát nyilván azóta se hívott. Mi történik, hogy a meleg miatt lehet, hogy ezt is mondjuk a hírekbe, hogy napközben ne dolgozzon, csak este. Hát, vagy ezek már nagyon korszerű munkahelyek, ahova beültették, beiktatták azokat a sziasztákat, amiket mi annyira hiányolunk. Tehát, hogy ők egy picit úgy, mit tudom, délefelé lehúzzák a rólót, vagy felhúzzák, aha, attól függ, hogy melyik az egészség, aha, és most már se tudjuk. És akkor 2 órán keresztül ők megpihennek, mint az Ibériai félszigeten szoktak. És akkor azt viszont vissza kell hozni. Ennyi. Vissza. És nem érti. Tudod, mi zavar benne? Hogy nem érti. Hogy nem érti, hogy mi a, mondjuk én vagyok a hülye, hogy fölveszem. Igen. Nem mondom, ismeretlen számára. De az ember kíváncsi. Valaki, igen. Igen, valakivel történt valami, mit tudom én, mi van, hát most miért nevet föl, hát ha fontos. És így nem érti, hogy ezeket péntek este 9-kor miért nem jó. Hogy, hogy miért nem, igen, válaszolsz a kérdéseire. Hogy és egy kicsit így fel vagy háborod, hogy nem arra úgy drága, de hát na, biztos. Figyelj, hogy... mert hallott, hogy rebesgetik valakik valahol, hogy a te általány díjad az nem megfelelő, és te vagy az ügyfél, segíteni kell. Ez mondjuk igaz, de vér ilyenkor. Rákocélket zavarja, érted? Akkor pedig érted, nincs éjjel, nincs nappal. Azonnal lépjünk. Szóval most ez nem tudom, így biztos divattá vált, de mondom, ami igazán zavaró, az még az értetlenség benne. Hogy 3 percet elbeszélgetsz erről, hogy nem, majd holnap tessék hívni. Lehet, hogy több műszakban dolgoznak, hogy van egy 8-tól 4-ig, van egy 4-től éjfélig, meg van egy 1:30-tól 6-ig. Lehet, hogy 1:45-kor szeretnéd, hogy leolvassák, hogy olvass le Rákóczi a villanyórát, meg a gázórát, mert jövünk az éves leolvasásra. Ez szép. Ez volt tegnap este a meleg fröccsöt. Valószínűleg rájöttek, hogy akkor érnek el embereket egyébként. Tehát ez ilyen policy lehet, hogy este 8:30-9 körül már mindenkit elérsz. Ja, mondjuk 10-ből 9 az anyjába küldjél őket. Az biztos. Abban biztos vagyok. Abban biztos vagyok. Elkultúrál. Ilyen országban gondolod 3:45-9, akkor valakire rátörjöksz, hogy olvassa már a villanyórát, ott azzal mi történik. Hálátlan. Hálátlan dolog. Na, hogy állunk játéka? 1-0-ra vezet János. Ebbe verted tegnap az első szöget? Igen, egy nagyon-nagyon-nagyon durva, kicsit hátulról jövő, kicsit aljas kérdéssel akarsz-e kérdezni be. De az azért volt, mert sok védőitalt fogyasztottál? Természetesen, igen, csak így zubogott bennem. A meleg málnás fröccs. Igen, és a forró jázminos tea. Igen. Fél hét van pontosan, aki szeretne velünk játszani, tegye meg, hogy SMS-t ír nekünk, jó? Elsősorban Annának, de mi is látjuk, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Közlekedési híreket is várunk, mi pedig pontosan jövünk a hírek után. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek! M5-ös Lajos Mizse Örkény között vigyázni kell, mert hogy őzik-e a pálya mellett. M1-es Óvár felé a 143-as kavicsnál trafi van, ezt István atya küldte nekünk, és a Lébényi híd alatt trafiznak Bécs irányában az M1-es autópályán, ezt pedig Ciri küldte nekünk.
Azt mondja, hogy annyira szellőztettem, hogy az este kiesett az ablak a helyéről, jól kiszellőztettem. Ugye? Kérdezi Béla. Figyelem, vihar esetén a szélfúvás megerősödésével kell számolnunk. Hát, nagyon jó. Nagyon ráfűztek a hallgatóink a nagy bölcsességekre. Hogyha nagy a meleg, akkor ígyunk védőitalt. Ha esik az eső, ön vizes lesz. Igen. Ezt akkor mindig el kell mondani. Ha szél jön, ha eső jön, ha hó jön, ugye? Hát ha ilyennel ijeszgetik a lakosságot, tényleg. Na jól van, 1-0-ra vezetünk a játékban, a fekete fehér igen nemben, és itt a következő játékos, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ó, de jó hangod van. Hello, Kriszti! Sziasztok, jó reggelt! Kriszti, honnan hívtál minket? Szentendréről, de szép hely az a Szentendre. Igen. De szeretem. És már vannak ott olyan helyek a Dunaparton, ahol olyannyira kristálytiszta a víz, hogy le lehet látni egészen a Főjebb. Az Visegrád után van. Visegrád is utána. Aha. Szerintem, de Visegrád is után, csak nem teszem be a helynevedem, hogy mindjárt eszembe jut. De már akkor lefelé már akkor szolódik. Figyelj, Kriszti, nem tudod, mi az a strandot Visegrád után? Még egy kicsit följebb, hogy 5 percre. Visegrád után. 5 perccel mivel? 5 perccel. De mivel, ugye gyalog? Nem. Vagy hajóval, vagy kocsival? Kocsival. Nem tudod. Azt úgy nem. Leányfalut tudom. Leányfalut. Ez is milyen szép. Strand. Hát ott az egész gyönyörű. Kriszti, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Hát gyerekek, én körülbelül másfél hete nem játszottam. Uh-huh. És mit szeretnél vele játszani? Apás, mamás? Olyan kis fiatal a hangod, Kriszti. Mit írt? Mi mennyi idős vagy? Hány éves vagy? 23. És dolgozom. Jól van. Jani? 3-2-1 fejön. Kriszti, szoktatok ott Szentendrén túrázgatni? Hogyne. Merre mentek? Hát én dolgozni is biciklivel járok reggel. Bringával, tényleg? Így van. Reggel 5-kor indulok, itt vagyok 5:30 után. Jó korán kell kezdened, hogy ilyen korán indulsz? Hát ugye meló. Fégsütét sütök, és így muszáj. Uh-huh. Azt tudtad, hogy a mosónők korán halnak? Nem mondod. Hoppszi! Hogy? Hát így. Egy összezavaró kérdéssel. Bármi megtörténhet. Bevillant Balázsnak csak így hirtelen, így ilyen szerdán, 7 óra előtt 8 perccel, hogy mennyire tiszteli József Attila munkásságát. És milyen halk ez a sas. Így van. Ajaj. Nem tudtad ezt? Tudtad? Nem tudtad? Sejtettem. Ugye, mosolynők korálnak. Igen. Bizony, de akik péksütit sütnek reggelenként, azok nagyon-nagyon hosszú életre számíthatnak. Egészségben, bőségben. Ez egy ilyen könyörtelen, ilyen cseles vágás volt. Hasra irányítottam a szúrást, és homlokon. Igen, ez a mi az nem? A John Lennon? Vigyázz, elefánt. Kriszti, ne haragudj, bocsánat, be kellett vetnem valamit, mert túl jórak tűntél az elején. Jaj, nem baj. Igen, így viszont. Hát behúztuk a második pontot. Szerettél volna nagyon ajándékcsomagod? Hát örültem volna neki, persze. Na ez most nem lesz. Na mindegy. Hát, majd legközelebb. Ebben 0 pontos vagy, viszont a hangod továbbra is 10 pontos. Igen, nagyon jó a hangod. Ezt nem tudom, hogy vigasztal-e, de így éteren keresztül ez nagyon jó. Mondd, hogy 10 deka legyen? Tessék? Mondd, hogy 10 deka legyen? 10 deka legyen? Legyen. Nagyon rossz. Bármiből is legyen 10 deka. Mondd azt most, hogy ne álljál rám te gyökér. Hogy az az én parkolóm. Kriszti, figyelj, játsszunk még valamikor, vagy ezt, vagy egy másik játékban, vagy ha írsz jókat, akkor a naphallgatója leszel, és akkor lesz ajándékcsomag, jó? Oké, mindenképpen. Jól van, jó munkát neked, puszilom. Köszönöm, sziasztok. Hello, Kriszti. Gyerekek. És ott van. Hát ennyi. Szép. Visszatértem újra. 2-0 ide. Hosszú időt hagytam ki, mert itt nagy menetelések voltak, de ma újra betettem a lábam a küzdőtérre.
Nem? És milyen szépen. És milyen szépen tettem be. És egy új fegyvert is behoztál itt az eszköztárba. A gyakorlatilag az értelmetlenül oda nem illő témakör becitálása a fülénél fog. És működik. Kérdez értelmetlen, ami nem illik, oda zavar össze és szúr le. Tehát ez most ezen az ösvényen haladok. 6 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók. Itt vagyunk, mindenki fogyasszon védőitalt, ha melegen van, menjen árnyékba, húzza le a redőnyt este, húzza föl a redőnyt nappal, nem pont fordítva. Vigyázzon, ne tartózkodjon a melegben túl sokat, menjen árnyékba, és igyon sokat. Ha. Nem? Ugye? A reggeli jó tanácsok, amit minden rádió, minden hírolvasó, a közszolgálati tévé, mindenki mond. Ugye? Hát ezt nagyon szeretjük. Ha valaki esetleg ezekről megfeledkezne, akkor jövőre újra elmondjuk őket. Így van. Sászlón trafi a Kaposvár felől érkezőket mérik, Nikó üzente nekünk. Két autó ütközött a Nyírpalotai és a Paskomligeti utca kereszteződésében a Vasarcsarnoknál, Újpalotán. Gabi, illetve Csabi küldte nekünk. Köszönjük szépen, ékezet nélkül. A Maróti öbölről beszéltem én, ami nem jutott eszembe. Igen, sokan írtak a Lepence és Strand. Nem, a Maróti öböl. Ha egyszer majd arra mentek, nézzétek meg, nagyon szép. Homokos part, sokan vannak, gyönyörű. Gyönyörű. Visegrád után kell egy kicsit menni, nagyon szép. Ott lakik a Maróti ki. Így van, Maróti. Így van. M1-es autópálya 138-as kilométer a határ irányában, a kamion az árokban mentés folyik, mindenki figyeljen, köszi szépen. Valamint nyugalom emberek, ha nagy a hőség, mindenki fogjon egy üveg italt, és menjen át a szomszédba, ahol van klíma. Köszönjük a jó tanácsokat. Igen, most mindenki ráfűzött erre a nagy jó tanácsok korra reggel, hogy mit csináljunk a melegben. Ugye erről beszélgettünk, hogy teljesen triviális, egyértelmű dolgokat mondanak el úgy, mintha valami hatalmas megfejtés lenne. Nagyon, nagyon szeretjük. És még egy közérdekű üzenet. Őzike, ezerszer megmondtuk már, hogy ne mászkálj el a kerítés mellett, bakker. Ne kelljen még egyszer elmondani. Bizony. Na. Bizony, mert hogy ki kell téged onnan menteni. Múlt héten kétszer ültem időgépben, Médenen és a pokolgépen, az igazi retro. Pokolgép is volt a Médenről, úgy tudom. És voltál? Nem. Igen, én vagyok a puha rocker, aki már csak lelátóról néz egyébként a koncerteket, és mindenre már nem is megy el. Miért nem mentél pokolgépre? Mert kitelepülésem voltam. Ja, az nyomos ér. Erre nem lehet. Lehet, hogy valamit akart a család is. Nem tudom, de érte, annyira erőszakosak néha, hogy szörnyű. Főleg ez a gyerek. Meg már ismeri a dalokat, ő írta a felét. Na tényleg, egy csomó mindent te írtál, igen. Na, olvastam tegnap egy dolgot, illetve pontosabban hallottam, és meglehetősen felhúztam magam, úgyhogy beszéljünk róla szerintem 3 mondatot, mert érdemes. Szerintetek ki az elmebeteg, elmerodjant, aki a ketrec harc szabályai szerint gyerekeket küld úgy a küzdőtérbe, be a ketrecbe, hogy lerúgják egymás vesélyét, lerúgják egymás tüdejét, tizenéveseket harcoltatnak mindenféle védőfelszerelés nélkül, van, aki kórházba került, egy 12 éves kislány torkon rúgtak, aki fuldoklott, egy másik fiú koponyasérülést szenvedett, egy 16 éves fiúnak pedig leszakadt a tüdeje. És én láttam ezeket a felvételeket, hát körülbelül, mintha Tájföld egyik kicsit elhagyatottabb tartományába járnánk, ahol tényleg nincs más lehetőséged arra, hogy kiszakadjál a nagyon-nagyon-nagyon nagy mély szegénységből, mint hogy elküld a 8 éves gyerekedet harcosnak, ugye Muay Thai harcosnak, majd elindítsd őket versenyeken, és ha nyer pénzt, akkor a családából meg tud élni. De Magyarországon talán nem ennyire, hát hogy is mondjam, vészlós jó helyzet, viszont az, hogy 8-10-12-14 éves gyerekeket mindenféle védőfelszerelés nélkül szülők, és itt elsősorban a büszke szülők ketrec harcolni küldenek úgy, hogy közben ezek a gyerekek sírva jönnek ki a szorítóból, torkon rúgdossák egymást, leszakad a tüdeje, kórházba kerül. Ez valami megdöbbentő. És nem értem a rendszert, hogyha ezt a szülő engedi. Erre azért egy hivatalnak, az MMA-nak, nem tudom, ott is biztos hat szakákban is viaskodnak egymással. Mindenféle szövetségek, persze. Mindenféle szövetségek, mindenki magát MMA-nak mondja. De nincs egy épelméjű, aki bemenne a küzdőtér, és azt mondja, gyerekek, álljunk már meg egy pillanatra, vagy adjunk rájuk védőfelszerelést, sisakot, lábvédőt, olyan kesztyűt, mert valaki mondjuk szuszpenzor meg fogvédő. De hogy mégis mondjuk ne rúgják ki egymás szemét, adjunk rájuk egy lábvédőt, ahogy a kickboxosokon van. Adjunk rájuk egy fejvédőt. Nem lesz érdekes senki, a küzdelem, tudod? Tehát végignézed, hogy a saját gyereked... Dehogy nem. Hát ott vannak a kickboxosok, úgyis érdekes, és lábvédővel mennek, fejvédővel mennek például. Meg egy csomó küzdősport van, ahol ezeket használják.
De hogy nincs egy szülő, nincs ott az MMA-tól valaki, és most mindegy, hogy melyik MMA magát hivatalosnak vagy nem hivatalosnak mondó, én nem tudom hányféle szervezet van, és ők hogyan gyilkolják éppen saját magukat, hogy ki kerüljön pozícióba. De hogy nincs egy épelméjű ember, aki látva, hogy tényleg tizenévesek harcolnak, azt mondja, hogy álljunk már meg egy pillanatra. Azért ki az a szülő, aki egyébként beküldi a gyerekét 12 évesen, és végignézi, hogy 6-szor fejbe rúgják a saját gyerekét, mindenféle védőfelszerelés nélkül. Hogy van ez? Az a szomorú egyébként ebben az egész dologban, hogy ez egy viszonylag hosszú lista. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a szülő nem szólt, hanem itt ugye van a szakág részéről valaki, egy szövetségi megbízott, aki jelzi nekik, hogy akkor ők most ilyen védőfelszerelések nélkül fognak bevonulni az oktogonba. Aztán van ott egy edző, aki ugye a gyerekkel foglalkozik, aki nyilván ott van a szorító vagy a ketrec mellett. Aztán ott van egy bíró is, aki delegálnak erre a mérkőzésre. Aztán ott van a szülő, és senki nem mondja. Szerintem első a szülő. Csak azért, a bíró meg az már ők már lebonyolítják. Mindegyiknek külön-külön jelezniük kellene, vagy külön-külön szólniuk kellene, akkor az edzőnek, mivel egyébként ebben az esetben én azt hiszem, hogy az történt, hogy egy frissen hozott szabályt foganatosítottak ott. Tehát, hogy ezt a szövetség, az a bizonyos szövetség jelezte nekik, hogy ezeknek a fiatal versenyzőknek így kell bevonulniuk a szabályok szerint ezentúl. De itt könyörgöm, egy edzőnek azt kellene mondani, hogy gyerekek, mi nem erre készítünk. De szerintem a szülő ezek a legfontosabb. 13 éves. Igen, a szülők tudták vajon? Hát ha nem tudja a szülő, hogy hova mész Pistike hétvégén, hát megyek, leverettem a tüdőmet, érted? És hát mégis hát mivel csinál? Nem ezt mondod, azt mondtad, hogy elmegyek. Na de csak lemész a gyereked edzését megnézni, és látod, hogy nincs rajta fejvédő, 3-szor fejbe rúgják a gyereknek maradandó sérülés. És kirúgják a szemét. Mert mondjuk valaki úgy rúgnak szemem valakit, hogy a nagylábúja mondjuk kiviszi a szemét, hát nem véletlenül van az a lábvédő, az nem csak azért, hogy tompítsa az ütés, hanem hogy mondjuk ne rúg ki a szemét a nagylábújaddal. Hogy te szülőként ezt végignézed, úgy, hogy előtte egy 12 éves kislány torkon rúgnak, ő ott fuldoklik, utána valakinek leszakad a tüdeje, és aztán azt mondod te szülőként, hogy hát rendben, a bíró nem szólt, az edző nem szólt, de ödönke, menjél már be, aztán küldjél már kicsit, mert olyan büszke vagyok rád. Én értem, hogy sok szülő, aki mondjuk az MMA-t választja, talán szegénységben él, és azt gondolja majd, hogy ezzel a gyerek pénzt keres. Nem hiszem, hogy olyan nagy pénzt lehet ezzel keresni, tehát tényleg nem Tájföldön élünk. De hogy itt senki nem mondja azt, hogy álljunk már meg egy pillanatra. Hát csak ezen a versenyen írja az egyik bulvárlap, ugye, hárman sérültek meg, az egyik gyerek kórházba került. Hogy van ez? Hát mi történik ebben az országban? Senki nem megy oda, senki nem szól. A veszélyes sportág, azt mondják rá, nyilván, nem? Az igen, csak ezt a veszélyes sportágot vállalod, akkor gyerek, csinálj. Elmondom nektek, hogy a több különböző szövetség mellett létezik például a Magyar Fila Grappling és Pankráció Szakági Szövetség. Náluk is vannak úgynevezett combat grappling meccsek, ők ilyen versenyeket rendeznek. Gyakorlatilag ugyanerről a műfajról van szó, a következő különbséggel. A versenyzők védőfelszerelései. Fejvédő, kesztyű, hát térvédő, hát lábfejvédő, sípcsontvédő, lágyékvédő, fogvédő és a hölgyeknél még mellkasvédő. És ők nem versenyezhetnek 18 éves kor alatt. Igen, ugye itt is vannak korhatárok, hogy gyerekek milyen versenyen megyünk, akkor 16 évesek, 18 évesek. És ugyanarról a sportágról beszélünk. Tehát 14 éves gyerekek részvételével ezt végignézni, én nem tudom, hogy mit szólnék ahhoz, ha a gyerekem ezt csinálná. Nyilván tök jó, mert edzettek lesznek fizikálisan, tehát ezzel nincs baj, én is örülnék, ha Benny mondjuk valami hasonlót csinálna. De hogy mind aki a gyerek sírva jön ki a szorítóból, és ott nincs egy szülő, aki elrángassa onnan a gyerekét, és ezt vidáman végignézett, hogy hülyére verik a gyerekedet, közben a másik ketrezen pedig ödökének leszakad a tüdeje, egy 12 éves lány torkon rúgnak, aki ott fuldok. Se az egészséghez, se az edzettséghez, se a harcossághoz, meg keménységhez, ehhez már, ennek már nincs köze, mert ez már így nem sport. Használnak különböző védőfelszerelést, akkor jó, csinálja. Működhet, én is birkoztam, ad egyfajta fizikális képességet. Ott is van egy edző, aki azt mondja, hogy gyerekek, nekik már ezt lehet, neked nem. 13 éves vagy ő 18 éves. A te tested, a te szervezeted erre fel van készülve, neki meg még nincs, vagy te neked még nincs, neki van. Még egy fontos dolog, hogy ő 13 évesen még ezt nem tudja eldönteni, érted? Nem, hát én ezért mondom, hogy ott van a szülő. Én azt nem értem, hogy ezt az MMA nevű sportágat, ahol hát így elég kemény sérülések vannak, azt hogy engedik meg 18 év alatt egyáltalán? Hát én gondolom, hogy itt is van az Országos Szövetség, meg a Küzdősport Szövetség, meg én olvasom itt ellentétes nyilatkozatokat, az Országos Szövetség Egyesület vezetője azt mondta, hogy nem igaz, hogy 16 éves fiú megsérült, közben kórházba kerültek, vagy nem igaz, hogy
16 éves fiú megsérült, fiú felnőtt szabályrendszerben indult. Tehát igaz, hogy megsérült, de hogy nem felnőtt szabályrendszerben indult. Közben a Növényi is nyilatkozik, hogy be kéne tiltani ugyanúgy az MMA Országos Küzdősport Szövetségének elnökeként. Tehát, hogy itt, ahogy látom, itt van az egy ilyen típusú versenyeket. Az ilyen típusú versenyeket, tehát, hogy még szövetségen belül is van egyfajta ellenmondás. Hát, ha hát hallgat minket a Norbi, és akkor esetleg becsörög, hogy... hogy ez teljesen nonsens. Teljesen nonsens. És hogy senki nem állítja le ezt a dolgot, ez megdöbbent. És tékozzon a gyerek, meg judozzon a gyerek, és 18 után majd menjen is rugdossa a másikat. Figyelj, ketrec harcolhat is, mert van, aki boxol 12 évesen, van, aki ketrec harcolik. Tehát nekem nem azzal van a bajom, ha van, aki karatézik, ott is vannak fejrugások, nyilván nem gyűrik egymást talán ennyire, vagy nem ennyire veszélyes a dolog, megfelelő védőfelszerelésben. Tehát, hogy azzal nincsen semmi baj. Mert van egy rakás full contact küzdősport, ahol egyébként a srácok, fiatal srácok, tizenévesek ugyanígy küzdenek egymással, vagy hasonló jelleggel, de ott, és én ezért mondtam egyébként a szakmai oldalt, hogy ott azért az edzőnek tökéletesen tisztába kell lenni, hogy mit lehet, mit nem lehet, mert a szülő adott esetben egyébként sajnos a szülőkről elmondhat az, hogy látja a gyereket benni, jaj, de büszke vagyok rá, de csodálatos. Hogy a szülő nem tudja. Hogy a szülő túlvezérelt, és igazából ő nem tudja, hogy milyen következményei lehetnek annak. Ő csak azt mondja, hogy a Béla bá azt mondja, hogy lehet rugdosni egymást, akkor lehet ütni egymást, akkor lehet. Nem kell fejlődő, akkor nem kell fejlődő, mert a Béla bácsi mondta. A szakmai résznek kellene. Igen, igazán el tudom képzelni, hogy van szülő, akinek nem jut eszébe, hogy ebből sérülést. Igen, akkor látod, hogy mi történik, vagy bekapcsolod a tévét, és megnézel egy felnőttet, akkor azért ez tudható, hogy ez 13 évesen nem lesz egészséges. Neked, Feri, mert hogy elég intelligens vagy hozzá. Jó, igen, én is azt gondolom, hogy ha az edző azt mondja, hogy mehet, akkor a szülő nem biztos, hogy van annyira intelligens, hogy elgondolkozzon azon, hogy ha kétszer úgy fejbe rúgják a gyereket, akkor mondjuk maradandó sérülése lehet. Érted? A Béla bácsi az edző. És végignézed ezeket a kisgyerekeket, és más, ahol tényleg hagyománya van, tényleg Ázsia, Tájföld, ahol ez egyfajta életszemlélet, 8 évesen már elkezdik őket, de ott is nyilván azért szépen fokozatosan teljesen másfajta hagyománya van, nem esztelenül beküldik 11 évesen őket, hogy rugdossátok hülyére egymást. Ott is azért nagyon szisztematikusan, persze, annak hagyománya van, az egy teljesen más dolog. Hát persze, ott sem megölni akarják egymást, hanem el akarnak jutni mondjuk egy olyan szintre, mondjuk felnőtt korban már, ahol már komoly pénzeket lehet vele keresni. Annak igen. Pedig nem az az útja, hogy már az elején összetörik, összeverik a gyerekeket, hogy aztán mindenféle sérüléseket úgy összeszedjenek, hogy gyakorlatilag aztán később talán még mond nyomorékként kell leélni az életüket. Tehát ott is egy folyamatos építkezés hát van. Megnéztem ezeket a felvételeket, hát dermesztő. Tehát, hogy tök jó, hogy fizikálisan erősek lesznek, és tényleg sportoljon a gyerek. Meg én abban is hiszek, hogy az ilyen típusú küzdősportok egyébként tanítanak egy csomó mindent, és önfegyelmet, fizikai erőlétet veszel föl magadra, levezeted a feszültséget. Tehát nagyon sok minden jön ott ki a gyerekekből, ami aztán nem órán jön ki. Ezzel nincs baj, de nehéz. Csak ha lerúgják a fél tüdődet, igen. Itt van a Norbi? Itt. Na, bejelentkezett a Norbi. Hello Norbi, jó reggel! Ja, ciao. Na, hallom a magas röpti beszélgetést, mondom, muszáj kicsit beleszólnom, hanem valami. Pofon lesz a szemtelemben, pofon lesz. Hátra lesz csavarva a kezem, mint a múltkor. Elcsattanjon egy-két pofon. Na, akkor hallottak, hogy miről beszélünk, ez jó, mert... Igen. Az a problémám, hogy sajnos Magyarországon is elharapozott az, hogy lemegy egy gyerek 2-3 hónapig sportol, főleg küzdősportra gondolok, és egybe viszik versenyezni. Tehát ebben azért nem érte egyet, mert a szülőnek ebben nagyon nagy felelősség van, a szervezőnek is, meg a... Azért van Magyarországon az, hogy elsősorban a küzdősportok vannak hátrányos helyzet utánpótlásra, de ma Magyarországon csak a 8% a sport a gyerekeknek. Tehát ezeket nem fel a küzdősporthoz, 6-12 év kell ahhoz, hogy az ember az életfejlődése folyamán eljusson olyan szintre, hogy alkalmazni tudja. Ezek a gyerekek nem tudnak taktikázni, nem tudják bevenni, ezek még vegetatív dolgoznak a gyerekek, tehát egy csomó ösztönös dolog van, és akkor az életkori sajátosabb belőle különbség, hogy az a gyerek, aki már vagy 2 éve sportol, mondjuk csinál egy valami ökőjöves bármelyik, lenegy a másik, amelyik még soha nem csinálta, az is meg tudja verni. Mert fizikailag annyival előre van. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon a különbségek. Oké, Norbi, csak ugorjunk az elejére, hogy akkor ez most MMA vagy nem MMA, mert ugye te MMA Országos Küzdősport Szövetségnek az elnöke vagy, aki elhatárolódtál tőle közben. Igen, most ez egy új szövetség, ez most alakult pontan emiatt, a dolgok miatt, hogy egységbe lehessen venni az egészet, hogy ellenőrizni lehessen, hogy ne bárki csinálson versenyeket is. Ugye ennek azért vannak a nemzetközi szabályai, tehát 18 év alatt nem indulhatnak a világon, még Amerikában sem egyébként. Ennél már verseny is, ha indul, ott is a filához, a Rönkő Bíkosszövetséghez tartozik a Combat Grappling is,
meg a pankráció, ahol itt fejvédő, láb, sícsontvédő, ökölyvó kesztyűvel megy a küzdelem, fogvédővel, tehát itt a sportoknak a védelme a lényeg. Ez a szervezők részéről nagy hiba volt, meg a szülők is, hogy ezt engedték, hogy ilyen, hogy védőfelszerelés, jóforan védőfelszerelés nélkül kemény szabályokkal. Te láttad ezeket a felvételeket, gondolom? Igen, láttam és igazából a médiákban. Persze, hát én például 12 éves pedig a birkózásban nagyon le van szorítva, tehát szabályozva, hogy minél kisebbség lesen. Én 12 év alatt nem is engedek gyerekeket versenyezni. Hát sokan jönnek hozzám úgy, hogy máshonnan jönnek el, mert lemegy a gyerek és indítatják orvosztályba a versenyre. Nemrég történt meg egy három, mert ez egy gyúdos apuka hozta a gyerekét, mert a gyerek nagyon ügyes, nyeri a versenyeket, bár többször elmondtam neki, hogy ne nagyon indítsanak versenyeken, mert minek, de nem ez számít, hanem majd felnőtt korban, ezek a gyerekeknek a 90%-a felnőttben már nem sportol, abba hagyja, mert belefárad, sérüléseket kapnak, tehát ez nem játék ez a dolog, és mondta, hogy az edző, ahogy eltört az ujja, meggyógyult, meg akarta vinni versenyre, és mivel az apja nem vitte, ezért ordítozott vele a gyerekkel az edző, és abba akar hagyni a gyerek a sportot. Hogy mi az, hogy ti nem indultok, amikor én benevezlek. Hát szóval ezzel azt gondolom, hogy... De hát ha te is ember más vagy, meg ők is, akkor ez nem egy szövetség? Vagy itt nincs, aki oda menj, nem, ezt az egészet? Hogy van ez? Nem, ők egy MMA szövetség nevezetű egyesület. Ja, értem. Ami egy kicsit megtévesztő, ugye, ezen a szövetség miatt, de mi a Premium Liga is most alakult meg, amelyik majd a profikkal fog foglalkozni, és az MMA szövetség pontosan azért kell, hogy azok a srácok, akik versenyzni szeretnének, tehát valóban értéke legyen annak, hogyha elindul egy versenyre. Itt megfelelő szabályok legyenek, BB-k. Egy ilyen versenynél, csak segíts, hogy megértsük, egy ilyen versenynél összeülnek az edzők, mondjuk náluk ennél a szövetségnél. Összeülnek a szülők, és megbeszéljük, hogy legyen védőfelszerelés, és ne legyen. Legyen lábvédő, hát, ne legyen. Tehát ezeket a szabályokat valaki meghozza. Ők akkor beszélik meg. Hát megbeszélik sajnos, a szülők és az edzők a szabályokat. Hát nem igazából a szülők, hanem a szervezők, akik ezt megszervezik, azok kialakítanak egy szabályrendszert, és feladják, és akik és ismerik az egyesületeket, egyesületbe elküldik, hogy ilyen szabályokkal fog lenni verseny, és hogy keresnek ebbe és ebbe a súlycsoportok, vagy a fiatalokat. És hát ez a szülőnek a felelőssége is, hogy elküldöm oda a gyerekemet ilyen szabály szerint, vagy nem küldöm el ilyen szabály szerint. No, hát leginkább a szülő felelőssége. Persze, csak a szülő, abban a Janinak igaza van, hogy a szülő nem mindig van azzal tisztában, hogy Béla Bász edző azt mondta, mehet. Hát azért nem. Figyelj, de hogy nem. Látnád azt, amikor csak egy ilyen kis műk a verseny, a szülők összeverekszenek, még edzésen is. Ja. Mert az ő fukát pont ezért mondom, hogy nincs vele tisztában, mert az a szülő, aki összeverekedik a másik szülővel, nem biztos, hogy bármivel is tisztában van. Na jó, de hát azért a ne alapja, hogy a szülőnek azért annyi felelősség értenek kell lenni, hogy a gyerekét védi. Hát hogyne? Azért nem értek el vegyet, tehát hogyne? Hát a gyerek a lényeg, nem az, hogy elmondtass az apuka, hogy hú, de jó volt, a gyerek összeverte ezt. Most gondolj, mert megverik ezt a gyereket, és még le is szígya utána az apja. Ja, hát azért gondolj bele azt a lelki állapotot. Ha megvernek, még én is megvernek. Na de Norvi, én pont arról beszélek, hogy a szülő sokszor van annyira egyszerű, hogy föl sem méri. Tehát itt az egyszerűséget kell kiemelni, hogy a szülő nem nincs fel tisztában, annyira egyszerű, hogy föl sem méri, hogy a gyerek kitott hülyére. A tervezőnek meg az a lényege, hogy csinálj versenyt, pénzt keressen, reklámot magának. Norvi, ha nagyon lecsupaszítunk erről mindent, akkor ez legális? Volt mondjuk ez, ahol a tüdejét lerúgták ennek a 12 éves gyereknek, vagy nem volt legális. Mindent hát, ha a nemzetközi szabályokat veszük figyelembe, akkor nem volt korrekt és nem legális ez a dolog. De mondom, pontosan emiatt most alakultunk meg egy pár hete az MMA szövetség, a liga is nemrég, egy-két hónapja alakult meg körülbelül, pontosan emiatt, hogy ezt egy egyszer és mindenkor letisztándó versenyrendszerbe tudjuk bevinni, és senki ne legyen az, aki ilyen versenyeket tudjon szervezni a szövetség nélkül, ahol nincs a szövetségnek itt ellenőre, megfelelő bírókkal, minősített bírókkal, ahol orvosnak a jelenlétét kell lenni, megfelelő. Tehát itt egészében a sportról, ez egy sportról szól, és mi a lényeg a sportnak? Hogy mi erőteljesebb, teljesebb, egészség, teljesebb értékű életet élnek a gyerekek, hogy élvezzék az endorfinok, nem az, hogy egy tizenéves gyereket agyonverjük, hát a serdülőkor amúgy sem nagy teljesítményekkora. Hát itt a gyerekek összerendezetlen a mozgásuk, egy küzdő sportos 6-12 év kell.
hogy használhassuk. Erről, erről ez nem játék. Igen. Hát hogyne, hát itt a 12 éves lány, aki torkorúgtak, fuldoklott egy fiú, fuldoklott a lány fiú koponyasérülés szemben. Nem hiszem, hogy gondolj bele, amikor az üzületi részek még kocsonyásak. Ugye az ember 22 éves korba fejlődik ki általában. Jó, hogy ma akceleráltak meg a fejlődés, mert kicsit korábban, de akkor áll meg a fejlődés a csontosodás. Hát addig maradandó kár pillanatok ilyen gyerekeknél, amikor milyen kocsonyás az üzület, egy hirtelen befeszítés, és a gyerek élete végéig maradandó károsodással. Most mondjuk egy csúnyos, hogy nyomorék marad. Hát ez nem játék. Hát ez nem fogják fel az emberek, ezt nagyon sajnálom, és mondom, ez trendém a Magyarországon, hogy a küzdő sportokban minél kisebb gyereket visz, és mondják, de édes, hogy ütél egymás, közben a barom nem vett, komolyan közben nem vesz észre, hogy a gyereknek az életével játszik, meg a jövőjével. De tényleg, abszolút, hát ezért beszélünk róla mi is, hogy hát ha egy embernek, egy kettőnek már leesik ez a dolog, és kikapja onnan a gyereket, hogy elviszi hozzátok, vagy megfelelő korban indítja el, hát persze. Hát de nem kell, hát a gyerek játszol ebbe a korban, hogy ezerféle sportot csináljon, közben tanulhatja olyan sportáknak a csinyádbényát, de közben játszon, menjen úszni, focizzon, pingpongozzon, tornázzon, ezerféle játékos, hogy minél nagyobb mozgáskultúrája legyen a gyereknek, hogy erre tudjon építeni. Hogy az idegizom össze tudja rendeződni, ez a lényeg ennek, hogyha ha lát egy helyzet, akkor az agy leadja, hogy hú, most csinálok ekkor, mit tudom, egy ilyen egy köríves rúgás, vagy egy váldobács, és akkor azonnal, amíg megnézni egy ilyen küzdősport, a gyerek gondolkodik, akkor mondják, hogy ballal is, akkor jobbal is, ballal, mert még nem érzi át. Most ilyen a fiatalkorban ez nagyon veszélyes, nagyon veszélyes. És, okay, és ráadásul ugye az ember, ahogy fejlődik, ugye van fészeklok, meg fészekhagyó. Áld az embernek, hát na, ugye ne zavard össze. De nem, azért akarom elmondani, hogy az embernek van egy fejlődési szakasz az embernek is, és ebben a gyerekkorban még alkalmatlan a gyerek a taktikázásra. Hogyne. Alkalmatlan, hogy elviselje lelkileg a vereséggel járó problémákat, gondokat. Hát nyilván fizikai dolog, meg ennek van egy lelki vetületelésége. Na jó, Norbi, most ha be kell fejezni, halljuk megint, úgyis edzőpartner keresek majd, akkor jöhettek hozzá. Norvikám, köszönjük, hogy becsörögtél. Vigyázz magadra. Köszönöm szépen nektek. Hello. Na, de jó, hogy becsörgött, nem? Nagyon jó. Rendbe tudtuk tenni. Meg szakmailag is ez, szerintem, amit ő most elmondott, az abszolút etalon. Igen, még ha kicsit zavaros is. Így van, még ha kicsit megint betűl, de hát mindig. Ugye? Na. Még ha kicsit be is rágod. Na, mindig. Jó, majd akkor majd 10 után átmegyünk. Na, pont. Ott igen, sutatja az egyik kereskedelmi tévőpontot, töverik egymást hülyére szegények. A Nagyvára téren a kereszteződésben áll a lerobbant villamos, félig lezárva az ülőit kifelé, és baleset az M7-esen Érdnél a Balcsi irányába, ezt Mocskos úr küldte nekünk, ott is alakul a dugó. 8:30 volt, pontosan 2 perccel lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Pontosan 3:48 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani, hello, drága hallgatók. Ja, hello. Jó. Ez most az új kedvenced? Én bírom ezt a dalt, igen. Olyan kis jó hangulat. Szeretem azt, aminek kicsit más hangulata van, mint a megszokott dalok. 50 fokban teniszezni, meg a jó zene. Ez a kettő. Én veled vagyok, mehetünk. Ez megy. Baleset az M7-es Érdi csomópontjánál a 17-es kilométernél Nagykanizsa felé. Nagyon nagy a dugó. Egy autó a feje tetére állt, kezdődik a torlódás. Ezt Judit küldte nekünk. 12-es kilométer kőnél készülő zebránál egyirányú a forgalom, üzente Zsú. És a Nagyvára téren a kereszteződésben áll, lerobbant villamos, félig lezárva az Üllői utat kifelé, úgyhogy ott is szép lesz. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen! Tegnap sikeresen leszóbeliztem emelt kémiai érettségiből. Ennek örömére nagyon elpopsiznám Beruninit. Gratulálom! Emelt kémiai érettség? Az alapnál is gondjaink lennének, nagyon ahogy érzem. Nagyon megszenvednénk szerintem. Nem lenne egyszerű. Na jó, van, rengetegen jelentkeztek a játékra. Óven bácsival és Berunénivel játszunk, itt is van a hallgatónk. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafan csalogányai. Hello, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, Erika vagyok. Erika, hello Erika, honnan hívsz minket? Budapestről, már munkában? Így van, már mindjárt végzek. Na, ezt előbb végzel, mint mi, ez jó, mit csinálsz? Kicsit előbb is kezdek, hát pékárút szállítok. Ó, szállítasz? Így van. Te sofőr vagy? Az egy kettes indulás. Azt a mindenit, egy olyan sofőr. Igen, ezt általában pasik csinálják.
Hát, nálunk csak lányok. Nekünk férfi a főnök, és lányok vagyunk, szállítok. És ti veszitek ki ezeket a nagy rekeszeket tele kiflivel, meg túrostáskával, cipelitek be? Hát, igen, uh-huh. Így, ahogy mondod. Hánykor kelsz? 1:20. Jézus, nem gondoltam volna, hogy bárki meg tud lepni a koránkelés területén. Bárki tud olyat mondani, ami azért, hogy meglepődni 1:20? Így van, 2 órakor kezdek reggel, vagyis hát éjjel. Hát ez akkor rendes éjszakai műszak, ugye? Ebben a félig, igen. Fél éjszaka. És akkor napközben alszol egy kicsit? Hát amennyiben sikerül, akkor igen. Igyekszem úgy alakítani a napomat, de hát azért van egy 12 éves fiam, ugye család, úgyhogy nem mindig sikerül. Atya úristen, na várjad, akkor hogy csinálod? Akkor fölkezd 1:20. 2:00 elkezdesz dolgozni, dolgozol 5-6, ugye addigra oda kell érni a Pékárúnak, gondolom. Hát nekünk azért van olyan bolt, ahova csak 9-re sikerül odaérni, vagy 9:30, úgyhogy hát 10-11-ig szoktam dolgozni körülbelül, és akkor utána megyek haza. Utána 2:00 már megyek a gyerekért az iskolába, úgyhogy sok időm. Nem nagyon sokat. Na de várjál, 2:00 elmész a gyerekére az iskolába, akkor délután már ott van veled a gyerek, tehát nagyon pihenni nem tudsz, akkor lefekszel mondjuk mikor, 9-kor, amikor a gyerek? Nem, a gyerekkel 9:30 érünk haza, 9:30-10 az edzésről, úgyhogy még fürdés, fogmosás, egyéb megoldások, hogy olyan 10:30 és 11:00. Na de ez nem lehet, hát akkor napi 3 órákat alszol. Éjszaka 3-at, igen, és még hogyha napközben sikerül egyet másfelet, akkor még az. Ez még ismerős, ez a két részletben lealvás, ja. Sokszor csináljuk is, hogy 11-től 4-ig, és utána mit tudom én, 1-től 3-ig egy órácska. Meg a kocsiba, amíg egyik helyről a másikra átérsz. Igen, azt mondja a fiam, hogy ez nem egészséges, úgyhogy ezt ne csinálj. Nem túl pihentető. Akas gyerek. Igen. És hogy bírod? Van párod, aki segít? Vagy egyedül neveled a gyermeket? Nem, van párom, igen. Megmondom őszintén, nehezen. Most már 7. évet csinálom, úgyhogy eléggé nehezen, de hát muszáj. Fú, hát le a kalappal. Köszönöm. Nagy vagy. Mindig meg az ember azt gondolja, hogy kemény a munkája, ugye sokan nem szeretik, vagy sokan gondolják azt, hogy utálják, meg sok munka van. Szerintem egy ilyen beszélgetést meghallanak, akkor egy kicsit átgondolják, és lehet, hogy azt mondják, hogy köszönöm, mégse annyira nehéz, ugye? És ez nem azt jelenti, hogy más kárának örülök, csak egyszerűen hallva például a te életedet, azért sokan gondolhatják, hogy hát akkor talán mégse annyira kemény az ő életük. Sportol a kisfiad, azt mondtad? Így van, kickboxozik most már 4. éve. Hány éves? 6? 12. De ott van fejvédő, lábvédő, ugye? Hát az... Van mindenféle védőfelszerelés van, de ettől függetlenül azért előbb tudnak fordulni nagyon nagy sérülések. Uh-huh. Mit szólsz ahhoz, amiről beszéltünk? Kemény, nem? Hogy 8-10 éves gyerek. Én teljesen ledöbbentem, megmondom őszintén, mert én amikor az első versenyére mentem a fiamnak, akkor azt mondtam a páromnak, hogyha valaki megüti a gyerekemet, akkor biztos, hogy berohanok és szétkapom. Aztán persze nyilván ezt hozzá kellett szokni. Hát, igen, egy kickbox edzésen azért az előfordult, tehát hogy ez még egy kézilabda edzésen is előfordult. A gyerek renoméja érdekében, légy szín, ne szaladj be. Jó, remélem, megteszem, de csak a kedveteket. De igen, szóval én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a szülő felelőssége. Tehát mi szülők elhordjuk a gyerekeket az edzésre, a legtöbb esetben ott is vagyunk, tehát látjuk, hogy mi folyik egy edzésen, és a versenyeken pontosan ugyanaz történik, csak ugye kicsit nagyobb vehemenciával, kicsit más ellenfelekkel, tehát ugye nem a saját kis csapattársaikkal küzdenek. Én azt gondolom, hogy az a szülő, aki képes a gyerekét egy ilyen sportra, mert hát látod, az enyém is küzdősport. Másám, ott fejvédő, lábvédő, sok minden. Hát meg ő valószínűleg nem full kontaktban megy. Igen. Olyan orrtörések vannak, mondjuk hál' Istennek az én fiamnak még nem volt, de hogy azért nagyon sok sérülés előfordul még így is, hogy tetőtől talpig be vannak öltöztetve védőfelszerelésbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a szülő, én nem tudom, tehát ő neki valószínűleg ez ilyen. Hát őket kéne berakni lehetett. Szerintem. Őket kéne berakni egy fél órára. Két apuka verje egymást hülyére, és ha nekik ez tetszett, és úgy jönnek, hogy jaj, de jó, úgy átmozgattak, de jó volt, akkor állítsa be a saját gyerekét, de valószínűleg nem így fog kijönni. Hova jártok kiboxolni? Királyteambe, Csepeli Királyteam? Hát ők a legjobbak ebben. Így van, világes. Végig verik a világot, 12-14 éves gyerekek úgy kiboxolnak, hogy hát minden második ember világbajnok, illetve nem is egyszeres világbajnok, hanem akár többszörös is. Döbbenet. Hát az én kisfiam is kiküzdötte most magát a szeptemberi világbajnokságra. Miben? Lightban vagy stopban? Mit csinál? Light az igaz? Semmizik. Aha, de stop semmi vagy light? Mit csinál? Dob, nem tudom, mi ez a dob, lehet, stop, hogy én vagyok. Stop, tehát, hogy folyamatos küzdelem van, vagy minden egyes nem. Pont után megállnak. Kétszer, másfél perc, megállnak, pont után, így van. Aha. Az akkor stoppozik valószínű. Ezt elmondod később nekem. Ezt elmondom mindenképpen. A stop, mikor mindegyes pontnál bevisz egy pontot, megállítanak, újra mentek, az a stop szemű van, a light, amikor ugye folyamatos is van, ugye hát a szemét lehet ütni, az a szemét. Csak a szemét, jó, hogy megvesántuljon.
Igen. Mert mi, akik ehhez nem értünk. Nem haragszotok, hogy két évet kiboxoltam, és picit ehhez is értek. Nem, semmi gond nincs. Mondjuk én a Szücsiéknél, tehát máshol a Lónyai utcában, de a Királytén messze a legjobb egyébként. Így van, nagyon jó helyre járatok. Nagyon jó, a legjobb helyre szinte, tényleg. Van szerencsém ismerni Veres Ricsit. Ez egyik sokszor világbajnokokat, legendájukat. Gyerek, igen. Én nem hiszed el őket, 10-15 és úgy verik körbe a világot, hogy röhögve. Tudod, és egy háromszoros világban is már röhög, mert nincs tétje. És akkor azt mondja, hogy Gyurika, állj már be egy kicsit, de nem hoztam edzőfelé, és állj már be, és végigveri a világot. Nem hiszed el, hogy milyen történetek vannak. Annyira tehetségesek, hogy megőrülsz. És úgy mozognak 12-14 évesen, hogy hozzájuk se tudsz nyúlni. Te döbbenet, tényleg. Hát igen, a fantasztikus edzőnknek köszönhetünk. Hát nagyon, az egy nagyon jó kis csapat. A edzőnk, a Királyt is, igen. Hát, igen. Igen, na jól van, erre oké, megbeszéltünk minden, nézzük a játékot. Jó, mutatjuk, hogy mit csinál Lóven bácsi Beru néni, figyelj! Figyelek! Ez a te dunai strandot szerintem. A szép kis maróti öböl. A maróti öböl, de gyönyörű az. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj erre! Igen. Na 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 na. Ó, hát ez nagyon könnyű. Ajjaj, kérhetem még egyszer? Persze, mutatjuk. Köszönöm. Na 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 mindig összekeverem, hogy ez az órás ajándékcsomagunk, vagy ez a bögrés. A hármas ugrás az órás, ez a bögrés. Bögrés, ugye? Így van. Bögre, egér alá egy nyakbalkasztó, nagyon-nagyon kis szép. Jó? Tökéletes lesz, nagyon szépen, köszönöm. Kitartás neked akkor a munkában, meg néhány óra alvást kívánunk, jó? Hát, ha tudsz valamikor. Köszönöm szépen, legyen szép napotok. Köszi erre, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Szia. Hú, gyerekek, azért szülőként egy ilyen munka, nem? Egykor kezdesz, 10-kor vége, alszol gyorsan, ebéd, mész a gyerek, edzés, tanulsz vele, 10-kor lefekszel, 1 órakor fölkelsz, atyaisten, nem? Ugye, hogy milyen szép a 4:40? Vagy mindegy 5 óra? Összeteszem a kezem minden reggel ezen túl, ezért ez nagyon kemény. 6 perc van, pontosan 8 óra, jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Oké, Jani, most már kiveheted a pecket a szájából, hogy leadtuk ezt a dalt. Most tessék! Mi volt ez? Engedjetek a pulthoz, engedjetek a pulthoz. Mi történt? 8 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Hőség, nyár, védőital. Megdöglünk. Ha nem mentek árnyékba, illetve nem fogyasztatok meleg italt. Komolyan sokan. Mondom, gyerekek, hogy az eszem megáll, hogy nézem, mit kapcsolgatunk nagyban, és nézem a kertévéket, meg a közszolgált, és mindenki úgy csinál, mint a harmadik világháborútól jött volna ki, hogy 2 napja 36 fok van, hogy de tényleg miért kell jogatni a népet, hogy mindannyian megdöglünk? Nem? Lesz az még 40 is. Nincs ital, jön a meleg, megdög lesz magyar. Itt a kármikula, jó. Csak hogy itt a nyár, ha meleg van, mindenki figyeljen oda, azért ebben ne halljunk bele. Emlékszünk még tavalyról előtről, és az előtről, hogy mit kell ilyenkor tenni? Össznépi pusztítás minden orgánumból, nem? Végünk van. Megdöglünk itt a meleg. Meghalsz vagy az asztalt. Dögölj meg. Ennyi. A tévében, a rádióban, a sajtó, mindenki vigyázol. Védőital, redőny lesz, előztetés. Vagy... meghalsz! Nem ilyen? Nem így játszott, de igen. Ezt érzem. Reggel óta kapcsolgattam a rádiókat, meg most nézem 26 kábel tévét, meg nem tudom, és mindenhol hűség, veszély, döglés, vigyázz! Agylász! Csak akkor miért van Demcsák Zsuzsán indokolatlanul sok ruha? Igen. Azt valaki viszont magyarázza meg, hogy miért nem mutatja meg ma a dekoltását. Mi van Zsuzsival? Sőt, volt egy olyan időszak, összejött valakibe? Várjál, amikor ők bikinibe vezettek műsort. Na, hát ide nekünk azt a kitelepülést. Nézzük csak meg. Van. Ismét látni akarom Németh Lajos mellett. Ismét látni akarom Pakman Péter bikiniben. Na jó, szóval, hogy tényleg meleg lesz, mindenki vigyázzon, de semmi baj. Nincs nagy probléma. Csak meleg van. Hiszen nyár van. Nem annyira meglepő. Nem? Holnap már csak 28. Este tessék átszellőztetni a lakást, védőitat fogyasztani, keveset a napon tartózkodni. Na aztán nem összecserélni a sorrendet. Igen, nem ám a védőitat a redőny helyett. Így van. M3 142-es kilométer pihenőnél a rend szorgalmas őrei fotóznak, az utazó küldte nekünk. 9. körület Dandár utcában találtam egy kulcsomót.
Van rajta egy autóriasztó mágnes is, telefonos egyeztetés után átvehető. Írja Gyuri, ha valakinek ez hiányzik, csörögjön, összekötjük őket. A Váci úton trafia leheltér után, méghozzá kifelé, jók vagytok, írja nekünk Roberto. Birodalmiak mérnek a 10. kerület Gyömrői úti Bosch Car Service utáni beugróban egy H-Astrából, méghozzá kifelé menőket, ezt Atesz küldte nekünk. Az M7-es Érdi csomópontjánál a 17-es kilométernél baleset van Nagykönézsa felé, de nincs olyan nagy dugó, mint ahogy azt néhányan írták, vagy már megindult a forgalom. És a 12-es kilométerkőnél készül egy zebra a 10-es úton, ezért egyirányú a forgalom, ott is lehet némi kis fennakadásra számítani. Hoho, ezek a legfrissebbek. És hát ugye a meleg. A kánikula és a riogatás. De már nem sokáig, mert holnaptól lehűlés várható. Először figyeld meg, hogy ma este utána, váltanak. 3 fokocskával. Igen, és a kollektív tudat elindul szerda délután, majd figyeld a híreket a tévében, meg kábelt, figyeld mindenhol. Hideg front adás. Megtök le. Mindenki meneküljön. Szívesen hullanak majd. Ó, mi lesz itt? Legalább 10 fokat esik a hőmérséklet, és a 38-28-ra megy vissza, akkor ott százak, ezrek, tízezrek halnak. De most holnapra hidegfrontot mondanak. Mi lesz? Vigyázzon mindenki. Mert fronthatás lesz, megdöglünk. Gyerekek, ha ötször meghalom, hatodszor, tényleg én is meg akarok dögleni. Tehát azt vettem észre magamon, hogy meghallgatok 8 ilyen műsort, és kicsit szorongani kezdek. És hát ha azt ennyiszer mondják, akkor nagy baj lesz. Ne add még nem? fel, fiatal vagy. Ne add Igen. fel. Hol a szalmakalapod? Tényleg. Hol a szalmakalapod? Basszus a szalmakalap. Hol a védőitalod? Van valakinek szalmakalap? Hát elmondták minden helyen, hogy ilyenkor szalmakalap. Tényleg egyébként. Szalmakalap. Marha érdekes, hogy valahogy most ez lecsengett. Pedig mikor? Tavaly vagy tavaly előtt nyomadták rettenetesen? Hát az mindig nyomadják. Az a mávos sztori volt a szalmakalap, hogy kapnak szalmakalapot. Meg a marha bőr. Tényleg. Az is. Igen. Ha én egy kaukázusi kefirt kortyolgatok, az jó védőitalnak? Nem. Szerintem. Nem, mert hideg, mert hűtőből. Ja, hogy meleget így. Igen, meleget kell inni. Picit több víz legyen. És kevesebb kávét, mert tudod, a kávé vízhajtó hatású. Jó. Ezt is mindig elmondják. Tehát a védőital az ásványvíz. És a meleg fröccs, ugye Feri? Így van, és a meleg ásványvíz. A munkahelyeknek kell biztosítani védőitalt ilyenkor? Tehát én most veszélyben vagyok, hogy nekem nincs védőitalom? Bár ennek itt van egy italautomata, és az ingyenes. Ahol kell. Igen? Persze, tehát több például építőiparban biztos, hogy kell. Kell védőitalt biztosítani? Igen, hogyha kint dolgoznak szabadon, az ég alatt. Hát miért nem frissítő, vagy hideg víz, vagy folyadék? Hát az a védőital, az... De hogy miért? Mit, ja, értem, miért? Hogy védőital, de hogy... Tehát, hogy mit adjanak, vagy miért? Nem úgy, a hülye neve van, nem? Ja, kicsit ilyen. Hát véd. Attól az apokalipszistől véd, amit te is az előbb felvázoltál. Itt a nyár, megdög lesz. Viszont. Jön a hidegfront, megdög lesz. Te is fogyasszál minél több meleg ásványvizet. Ha esetleg hideg gyöngyöző palackos ásványvizet látsz valahol, az a Feri vagy az enyém, a tiéd, a meleg. Igen, de ne tépj ki a kezünkből. És a melegeben van és nincs klíma, átülhetek egy klímás autóba? Igen, átkapott az igen, mondom, csak ha kapsz egy SMS-t. Jön az SMS, hogy üljek át egy klímás autóba? Neked nincs klímád a kocsiba, mert te kabrió vagy, ugye? Hát persze, de van benne egyébként, de kabrió lett. Kabrió és klímás? Hát persze. Ez menő. De lehet, hogy nem SMS kapsz majd, hanem téged hívnak. Álló, Pintér, Balázs, figyelj. Üljár 40 embert. Üljár, hogy megdob lesz, nyár van. Juli, hello, jó reggel. Hello, sziasztok. Te nem érzed ezt, Juli, hogy kitört a kánikula, és mindenhol azt akarják, hogy dögöljünk meg? Én sose szerettem a nyarat. De nem azt mondom, hanem a riogatás, nem érzed? Van védőitalod, szalmakalapod? Tartózkodsz árnyékban, szellőztetsz? A gyerekekre figyelek, magamra nem. De egyébként víz mindig van nálam. Nagyon helyes. Mi, hozod magaddal? Igen. Így van. Egy lajtos kocsit. Húzom magam után. Vezetékes víz mindig van a közelben. Kezd átmenni a pirosból barnába a színed. Ugye? Igen. Kezdek egész jól kinézni. Kezd pirosból átmenni a barnába a színed. A leégésed, a balatoni leégésed tényleg kezd egy kicsit bebarnulni. Na, mi újság van? Képzeljétek el, fiúk, hogy az öcsém a hétvégén megnősül. Na, de azt a mindenit. Hát akkor vége az életének. Nagyon jó. Nem. Mennyi ideje vannak együtt? Hát lassan 9 éve. Ó, hát akkor az egy ilyen, ilyen újabb lendület. Ó, már most ideje annál, én már picit unnám a sztorit. Rohadtul unjuk egymást ki, akkor vegyük el egymást, abban még van egy év, tudod? Az még ad egy újabb lendületet a kapcsolatnak. Állítólag az öcsém valószínűleg húzta volna még. Hát, az sok pacsi húzni akarja. De állítólag a mennyi idős az öcséd?
33. Fogadjunk, hogy terhes a csaj. Nem. Nem. De megfenyegetnek. Nem, semmi ilyesmi. Azt hiszem, hogy én úgy hallottam, hogy a lány elunta, és mert az öcsém, hogy is mondjam, nem a tettek embere. Tavaly decemberben a lány eljárt, megkérdezte, hogy júniusra van-e valami programja, mondta az öcsém, hogy nincsen, és akkor mondta, hogy akkor esküszünk. Te csak így ismered, hogy a lány. De kellemetlen ez. Én azt annyira nem bírom, amikor most nem a te családodról beszélek, amikor csajok ezt kierőltetik. Hát a Pali nem akarja, ott aztán most, ha a feje tetejére áll se. És akkor tudod, a csaj férfi lesz, és azt mondja, hogy már pedig akkor megesküszünk. Nem? Az olyan illúzió rombolat. Tegye meg a férfi, ha meg akarja. Ha nem akarja... Papucs, nem erről van szó, mert jó, azt mondta, oké, rendben, megtette volna. Csak még várt volna. Igen, még 10 évet, de egyébként meg, hogyha ez így megtörtént, akkor meg tök jó, hogy megtörtént, úgyhogy utána elment a családhoz, megkérte a kezét, tehát megfutották a szokásos formaságokat. Meg volt a lánykérés, úgyhogy hétvégén esküvő lesz, és tegnap, amikor beszélgettem jövendőbeli sógornőmmel, rá kellett, hogy döbbenjek, hogy a mennyasszony üzemmódnál irreálisabb állapot nincs. Na, hát ezt én átéltem, úgyhogy hát rá tudok csatlakozni. Mennyasszony üzemmód, az nem egy könnyű állapot. Nem, azt mondják, hogy a kismamánál nincsen rosszabb, de hogy szerintem a mennyasszonyság az sokkal rosszabb, mert hogy olyan dolgoknak lesz jelentősége, egyik pillanatról a másikra, egyik hétről a másikra, aminek egyébként nem kellene, hogy jelentősége legyen. Tegnap a jövendőbeli sógornőmmel beszélgettem telefonon, és éppen próbasminkre igyekezek. Én úgy szeretem, hogy te behozod a családod történéseit. Egyre népszerűbb vagy nálunk, egyre népszerűtlenebb a családodban. Én nagyon szeretem a gyerekek, sógornő, ezt én annyira szeretem, hogy ezeket elmondod. Hogy egyébként ez, tehát, hogy a nagy nap, az esküvő, az minden nő életében ugye rettenetesen fontos. Én pontosan tudom a férjem mennyasszonyáról, hogy ő szerintem kb. 6 éves kora óta az esküvőre készül. De jó, indiai lány. Csak mondom, hogy a kereskedelmi csatornám hűkutát kaphatnak a házi állatai. Bocs, Júli, csak erről beszélünk, hogy miért kell az embereket révizgetni. Figyelj, de ha mondjuk a próbasmink helyett nem lenne jó, hogyha mondjuk egy jó sminkest fogadnának, mert akkor biztos nem szúrja el. Tehát nem kell próbasmink, mert akkor aznap lesz. Tudni akar, hogy fog kinézni élete legszebb. Miről szól ez a próbasmink, hogy nem bízol a sminkesetben? Igen. Nem, hogy ne aznap reggel kelljen idegeskedni és kísérletezni. Hogy egy fakezű sminkel? Hát én nem tudom, mert én nem voltam soha próbasminken, de hogy az van, hogy biztos lesz majd még próbaha is, meg egyebek. Igen, megcsinálják előre. Próbahaj. Gyerekek, hát próba. Nincs idő javítani. Reggel ott elkezdesz napkodni. Reggel egy óra alatt, azt ott, ott mindent meg kell csinálni, tökéletesen. Életed legszebb napja, mi történik? Kész a sminked, kész a hajad, és te nem olyat szeretnél. Nincs idő újra csinálni. Tök jó a próbasink és a próbahaj. De jó. Na, ha ezt most én mondanám, aki ezen átesett, és elvette élete asszonyát, és ezt végigcsinálta egyébként, megérte. Te, aki meg nemet mondasz, nem meg mindig nem beszélsz, te kardoskodsz, amellett, de nekem megcsináltak a próbahajon. Tudom, hogy jól néztem ki. Lesz a töröltem másnapi. Balázs, annyira tetszett. Megfelel. Majd ha végigcsinálod, és ott ülsz, és 10 napon keresztül ülésrendet pakolsz, meg 6-szor mész esküvői szalomba, meg, és közben persze tudod, hogy ez a párodról szól, nyilván, mert minden esküv azért Lajos, a nőkörül. Ne jöjjön a Margitka mellé, mert a Margitka ki nem állhatja a Dezsőt, ja. Aki közvetlenül szembe lesz. És 10 éjszakán keresztül apró kis cetliket írogatsz névjegykártyákra, majd akkor megnézem, hogy mennyit őszülsz, és akkor megnézem, hogyha behozza Júli ezt a témát, te mennyire fogod azt mondani, hogy a próbahaj, meg az mennyire jó. Mikor 3 hónapig ígynek áll a hajad. Egyet beszél. Neked azért állt égbe, mert nem volt elég körültekintő. Nem, én ezt a Vikire bíztam. Próbaevésen voltatok? Próbaevésen? Próbaevésen. Reggel ébéd vacsora. Hát azt mondta Viki, hogy már tudok enni 30 évesen. Nem voltál látott próbaevésen. Nem fogom lejáratni a családot. Még egyszer mondom, ez a desszertek. Voltak próbaevésen a sógornődék? A próbaevésen arról annyit, hogy képzeljétek el, hogy a lefoglalt étterembe 3 héttel ezelőtt elmentek azzal, hogy akkor letegyék az előleget, és azt mondták, hogy vejszék, ugye? Nem. Nem vejszék. Hát, de ide vejszék vannak beírva. Próbaevésre? Nem próbaevésre. Az esküvőre. Ja, az esküvőre. Úgy képzeljétek el, hogy az esküvő előtt 3 héttel derült ki, hogy ugyanabban az étteremben 2 csapatot szerveztek. De kellemetlen. És hát most már nem lehetett mit csinálni, úgyhogy 2 esküvő nem. Lesz. Akkor nem is kóserét? Szóval én megértem, hogy ez a nőről szól, és azt hiszem, hogy az esküvőnek a nőről kell szólnia, legyen próbahaj, próbasmink, de hogy ezt te mondod, hogy az rendjén van. Teljesen, ha egyszer eljutok aki oda. Majd, aki majd hát. Egyszer, ha eljutsz odáig, nekem mondhatod, aki végigcsináltam, ez szerintem azért oké, hogy rendjén van, na de hát majd ezt csináld végig, és mikor 6-szorra rendezed át az ülésrendet, mert anyósod nem ülhet a izé mellé, mert ott abból nagy dajdaj van, és neked már a szőr áll a hátadon, majd és akkor mondja, hogy mi nem, csinálsz. Nem,
van. Csak hogy ki hova üljön, és mi legyen az asztalon, és milyen menni, nem tudom, na azért az nem egy egyszerű dolog. De tehát... látod, én tudom, tehát ezért tolom. Ez... De ha csinálnám, akkor úgy lenne. Most ott a próbaevés, nagyon fontos. Oda mész a násznéppel, mindenki várja a jó kaját, és kihoznak valami olyat, szerintem, ami nem jó. Szerintem nem szabad ennyire túl stresszelni. Tehát én most már, ha lenne még egyszer esküvőm, akkor nem csinálnám ugyanezt végig, amit egyszer végigcsináltam, bár azért engedtem, mert tudtam, hogy ez a Vikinek megnyugvást okoz. Aha. Hogy minden részletre kiterjedően mindent megcsinálhat. De hogy az pont arról kell szólni, hogy te ott jól érezd magad, és a hülyére stresszeled magad, nem lesz jó az esküvő, az egészen biztos. De pont ezért kell az első, ezeket a lépéseket megtenni. Például csinálhatatok volna próbaérkezést, és akkor János nem késik 3 órát. Na majd akkor majd azt nézd meg, hogy én mennyire próbaérkezek. Hát mérök, lepróbálják. Szerintem ilyenkor a nők kicsit megbolondulnak egyébként. Igen. Bármennyire is róluk kell, hogy szóljon, akkor a nők nem normálisan. Mindig, annyit mondasz neki, hogy figyú, és ön három nappal az esküvő előtt, azért nem kell ennyire. Figyelj, de közben meg gyerekkoruk óta erre várnak. Hát és ilyen, az ő nagy napjuk persze, egyébként. Persze. Nem? Figyelj, de nekem van egy, a legjobb barátnőm, emlékszem, hogy kint ültünk egy kávézónak a teraszán, és azért zokogott, mert a vagyonért készített ruhájára nem Swarovski kis trájokat fognak felvarni, okay, hanem csak strasszokat. Az mondjuk, az igen. Tehát, látta volna a legény búcsús képeket, akkor zokogott volna, igaz? Ja, igen. Swarovski kristály, hogy mennyire relatív a probléma. Sírsz a Swarovski? Igen. Na, akkor nézd meg ezeket a fotókat. A táncos lányok tangáján, az mint Swarovski. Szóval azt mondod, hogy most már, hogyha újra csinálhatnád, akkor egészen máshogy csinál, és egy csomó mindent elengedni. Nem stresszelnék ennyit, hagynám a Vikit ugyanígy, mert ez neki fontos, rakosgatja, ne, de hogy én nem stresszelni, mert ugye ezt átveszed te is férfiként, és akkor te is ülsz a ülésrenden, te is gondolkozol, te is rakod, szeretnéd, hogy minden jó legyen, hogy mire odaérsz, dökváradtan beesel, mondjuk nekünk nem volt egy ilyen 100 fős vonatozós, de milyen hallgatós, éjjel 2-kor mennyasszony fölkapos, gerincre vágós, elesős parkettában, fél négykor a családtagos összeverekedő zenekar megverős, tehát ez így nem volt. De nem stresszelnék valószínűleg ennyit. Igen. Ő nem stresszel, azt hiszem. Figyelj, a férfi dolga egy igen, valljuk be őszintén, nem? A férfi dolga ebben az egészben egy igen. Igen. Jó időben, jó igen. Helyen, akkor, amikor kérdezik, mondj egy igent. Ezt várja el tőled a mennyasszony. Az összes többit meg ő élvezi. Most voltatok már olyan esküvőn, ahogy bementetek a polgármesteri hivatalba, igen. Ott állt a házasságkötés. Eleve ott állom a házasságkötés esküvőket. Na, nemzeti gyűlölem. Színű szalaggal gyűlölem. Ott állt, és akkor most pedig, miután összekötöttelek, bementek, gyújtsátok meg, hogy hol a gyertya. Gyűlölöm az egészet. Érted? Tehát, hogy ezek legyenek ott. Sajnos kell, mert nincs más megoldás, de szörnyű. Az tök mindegy, de le kell próbálni, érted, hogy ott van, megfogja a mennyasszony, a vőlegény, összerakják a két gyertyát. És abból a két lángjából, meg ezt mi csináltuk egyébként, nagyon szép, igen. Na. Mi egy kertben csináltuk, és a két gyertyát összeérinted, és a két különálló lángból lesz egy közös láng, és ezzel te meggyújtod a közös életetek gyertyát. Tessé. Egyébként. Hát ez nagyon szép. Te jó. Igen. Na. Igen. És ha pont az nincs, majd ott érted, és nem gyakoroltad be. Micsoda náltak volt pogácsok? Hallod, ha még villanyvilágítás volt, két partifálkát érintettünk össze. De hogy közben meg persze le kell próbálni, de közben az egész a spontán, legalábbis én most már ezt gondolom, meg könnyed, meg lazas, sokkal jobb, mint egy ilyen erőre görcsölsz, azon mennyi mindentől veszed el a lehetőséget, ha közben tényleg azon a rohadmányos gyertyán görcsölsz, hogy meg fog-e gyulladni. Nem görcsölsz. Persze, hogy nem gyullad meg, hát az a jó, hogy az egészen nem görcsölsz, hanem átéled a pillanatot és élvezed. Nem érted? Görcsölsz rajta, átéled és élvezed, mert már lepróbáltad. Na, ezt annyira érted? Szeretem, hogy ezt te mondod. Így vagy minden, hát ezt mondaná a Jani, aki a polgármesteri hivatalban, a lőrinci polgármesteri hivatalban fél 2-kor elvette élete azt, hogy mondaná a biciklivel mentem. Leizzadtam itt a disznó. Ekkora buli volt, büdös voltál, izzadt voltál. Nagyon jó volt. Na majd följön a békát, és megmondom, hogy vegyen el. Így. Vegyen el, ilyen, és amikor jössz be, és látod, mi van, Feri, össze vagy esve, hallod, egy hete ülésrendet pakolok, kész vagyok. Aha. Na majd akkor mondom, hogy na gyere be a témát. Nálunk mindenki iszik mindenkivel. Tudod? Mondjuk az is jó. Az is jó. Hát le kell ültetni, névjegykártya kell, kis ajándék. Tehát akkor már a nő ennek meg akarja. Nem ez a mindenki üljön le, azt már rúgjatok be. Tehát, hogy nem ez nyilván, akkor már megadod a módját. Fogadjunk, hogy nem volt például nálatok nyitó tánc. Nem. A Vikivel együtt? Nem. Ne haragudj, nem ment. Emlékezik, hogy Balázs láttam volna táncolni. Nem mentünk csacsacsa próbára nem három kell, éten nem, keresztül nem, az esküvő előtt. Nem csacsacsát járunk. Nálunk nem volt tánc eleve. Én sajnos elkéstem, csak a menüetnek a végére értem oda. A Balázsik még menüet tesztek, amikor a tényleg... Nálunk nem volt tánc. Tehát mi nem táncoltunk. Tehát nálunk az egy délutáni esküvő volt, egy nagyon szép kis parkban. Ahol a Jani elkésett, de a kajára megérkezett, aztán csomagoltatott, és tulajdonképpen nem szólt másról a dolog, mint hogy volt egy szertartás a kertben, ott volt nagyon szűk, 30 ember, csak a család, csak a legszemélyesebb barátok, egy vacsora,
kint a szabadban, és egy ilyen léggömb felengedés, ahol mindenki elengedte a saját léggömböt, ami már egy ilyen viharba torkolott, és mindenkinek ment szanaszét a léggömb, az egyik meggyulladt, rásett a kastélyra, és utána a szülők, barátok, inkább szülők ott maradtak a kastélyben, és ott aludtunk, és a barátokat meg hazaküldtük, mert low budget volt. Igen, egyébként. Nem volt semmi tánc, tehát senki nem táncolt. Nem volt tánc. Elkiáltotta magát az anyos, hogy és akkor pogó. És most mindenkivel mondta az anyosom. Na, ez tánc is. Tessék? Jártak. De ez nem baj, ki amit szeret, nekem nincs bajom a tánccal, én szívesen vonatozom más esküvőjén. Én mondtam, hogy ha valaki fölmer rá, és elkezdik egy csókor, 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 oda megyek, letöröm a kezét, megmondom a barátaimnak, persze mi volt az első, elkezdik csókor, csókor. Én utálom az ilyet, tehát nálunk nem volt Demién, és nem vonatoztunk. Meg eleve kevesen voltunk. Tehát ott van 100 ember, és nagy lagzi van, az tök jó szerintem. Most 30 ember ott nekem rokizni az anyósomért, és akkor beállok és rokizok vele, négyen táncolnak a 100 négyzetméterre, de nem akartuk. Eladó a mennyasszony kiáltott valaki, de Balázs zsebből kifizett az egész. Aztán már nem táncolt senki. Nálunk ilyen kicsi volt, meghitt volt, de nem volt egy ilyen hatalmas nagy tényleg. Mondjuk az mókás is lett, hogy bejöttek valahogy egy 20 literes lábossal, ott a pincérek is elkezdték volna ütni, hogy menj, bocsánat, miért? Nem rendelt. Igen, csókor. Én ettől rosszul vagyok. Tehát én nem szeretem, én szorongani kezdek. Tehát én, ha nekem ott valaki elkezdett volna villát ütni, és akkor mindig, amikor ütik, akkor csókor meg a mennyasszony. Arany sárga, úszles, ez is bent a la carte-ból tud rendelni. Itt a vőfény, itt a leves, takarodj! Tehát sevőfény nem volt, semmi ilyen. Tehát nekem ott egy félbolond nekiabálja, hogy arany, sárga, húsleves, csókold meg az anyának. Nem, biztos, hogy be akarom verni azon. Én ezt nem bírom. Szép hagyományokat teszel ezzel. Szép, hát csinálja mindenki, hogy akarja. Mit a tészta, állóri, itt az anyós, húzd alóra. Nem, ezt mondtam, hogy nem. Fölajánlották, hogy legyen nekünk ilyen. Olyan rosszul indult az egész esküvő. Az előtte való héten nekünk a pap anyja meghalt. Aki összeadott minket, mondta, hogy neki haza kell mennie, eltemetnie az anyját. Úgyhogy, de vissza fog érni állítólag, úgyhogy úgy volt, hogy szombaton ott lesz a pap vagy sem. A Miró elment szerdán bort kóstolni. És pénteken jött vissza. És készült el, hogy jött a két 40 literes kannával, és annyira kakukkok voltak mindannyian, hogy a férjem beesett a kocsi elé az árokba, szalagszakadás. De most nincs csodálkozom. Én imádom, egyre jobban szeretem hát a ismered, ezt így kell. Ismerted, hát valahol számítottál rá, hogy azért nem lesz probléma. Nem tudtam, hogy nem lesz sima ügy, de amikor jött haza bicegve, és azt mondta, hogy Juli, nagyon mérges lesz. Jó, hát ezért a Miki. De jó a bol. De jó, a Viki barátnője délután 4 órára annyira berúgott például az esküvőn, hogy odaszólt az egyik barátomnak, aki smokingban volt, hogy hé, pincér, még egy feles. Csortás, mint hogy összekeve, én a Balázsnak a barátja vagyok. Hé, mondom, szólj a barátnőnek, hogy viselkedjen kicsit, meg kivezet együtt. Odaszólt a barátom, még egy feles, még egy kört a társaságnak, és mondta, hogy nem, én a Balázs barátja vagyok, ne törődj vele. És ból lét a kutyának. Tessék? Nem voltatok részegek? Én nem. Hát a Balázs igen mondod. Engem leszedáltak. Annyira kellemetlen az. Én nem voltam dzsinászba. Elvileg a te bulid, ami neked kellene a legjobban érezned magad, és mindenki tök részeg, és halál jól érzi magát, és pittes legalább. Na, én ezt például igen, máshogy csinálnám. Volt egy közös faültetés, én addigra berúgtam. Faültetés? Igen. Na, most tiki vagyok? Hát ne. Eléggé. Hát most kicsit áldozunk a romantika oltárán. Tessék? Ne kertészkedj, egy sima japán körtét elültettünk. Hát most tudod, én már akkor is kertészkedtem. Itt egy gyomláltak, szétszottak 200 kiló faháncsot. Lenyírtuk. Jó, akkor most elmondom, hogy tanuljatok, jó? Ha esetleg neked lesz még egy esküvőd, vagy te egyszer igen mondasz, hogy milyen egy romantikus esküvő. Fogtok egy fát közösen, megvan már ásva neki a gödör, ketten elültetitek, betemetitek, és minden évben visszajárhattok ahhoz a fához, és megnézhetitek, hogy szerelmetek lombjai, mennyit nőttek, mi egy bokrot ültettünk el, mert átvágtak a kertészetben, és mindegyik fa 10 méter magas, visszamegyünk Röjtök Puzsajra, és megnézzük a másfél méteres kis bokrocskákkal. És mondták, hogy ez egy magyaró bokor nem fog megnőni, csak 30 év alatt 3 centit. Mondom, nem baj, Viki, jó, ez nézd meg, hát különleges. Nagy fája bárkinek lehet, megyünk minden évben vissza, és tud három ilyen cseszlet, a Balázs nem nőtt sokat. De hát akkor ez nem fa, nem cserél fa, csak a gyökere néz felfele. Semmi, ne, megvezettek a kertészetben. Milyen kicsi fa, hamar nő, mondták a kertészetben. Levittem kocsival, gyökér az ölembe, úgy mentünk le az esküvőre, csupa föld volt minden, elültettük, 4 centit nőtt. De nem gyújtottátok a gyertyát, majd félreálltatok és elkezdtetek esni? A gyertyagyújtás az megvolt, akkor ugye elmondták, hogy Sebestyén Balázs Otto, ezen a haverjém nagyon jól röhögtek, mert nem mindenki tudta, hogy Otto harmadik nevem, ez egy ilyen 10 perces szünetet okozott, ott leállt az anyakönyvezető, és Sebestyén Balázs Otto. Nem mondtad! És én csak ezt hallottam átra. Döső, gyere le, szallanod kell meg! Hallod, tudtad, 20 év a barátom Ottinak hívja. Közös gyújtás, igen kimondás, és akkor a násznéppel együtt elültetitek a fát. De volt próbafelültetésük, és most van egy 100 holdas pagonyuk.
Jó, na megnézzük akkor a hallgatóinkat, jó? Írjanak olyan férfiak, akiknek a mennyasszonyuk megbolondult. Jó, hogy mit élt át, próbasmink, próbahaj, próbaesküvő, próbaevés, próbatánc, minden van. Nem, ahogy mondtad, nálatok is. Lesz, de én azt gondolom, hogy ez normális, tehát, hogy... Miről viszi a konyhát? Mert akkor nem. Gondolom, hogy 20 kecskre nyársra húzva. Nem, ő viszi a konyhát. De hát ez, szerintem azt hiszem, hogy ez ebben az értelmezési tartományban normális. A nők szempontjából azt gondolom, igen, megnézzük a férfiak, vagy akik ezt már átélték, nem úgy, mint a Feri, hogy mit gondolnak. Vannak még, akik tartják magukat. Igen. Néhány ember még a gátomban. Hány éve tartod magad? Sok. Nem tudom, 8, 9, 8. Fuha. Hát most már hova? Én úgy összködöm mindig, meg hogy csinálja már meg. Mert rámentünk a gyerekgyártásra, érted? Hát azt kellett nyomni. Nincs nagy, amikor majd a gyereket föladja a gyűrűt, nagyon nagy buli, nagyon nagy berugás, nálatok 100 ember lenne. Föladja a gyűrűt. Hát nem úgy, hát ott van. Hát a panna elcserél egy fél csülökre. Van is igaz, nem a gyűrűt adja, addig megeszik egy fél malacot. Föladja, de hogy adja. Jó móka ez egyébként. Azon férfi társaimnak mondom, akik félnek tőle, hogy egyébként megbánják, mert utána, ha minden oké, és minden esti, mert életed legszebb napja. Így van, az összesen. Ne szórjátok a magotokat össze-vissza, házasodjatok. Figyelj, én esküvellenes voltam, olyan, mint te vagy. Hát nehezen adtam be. Gyerek, mióta, hát nem vagy ellene, csak nem csinálom. Mióta átestem ezen, azt mondom, hogy gyerekek, ha tényleg személyes, kevés ember van, nem pucparádé, nem arról szól, hogy mindenki láss és 300 ember, tehát megmarad az intim hangulat és személyes, akkor ez életed legjobb, legszebb napja lehet. Visszagondolj, hogy te hülye vagyok, hogy nem csináltam meg, hát ez egy jó nap. Hát itt mindenki tök ott volt, szeretek. Ha már tenni, nem tudsz ellene legalább. Valami ideológiát találj. Gyönyörűen igaz. Ez van, de legalább akkor úgy csinálok, mintha jó lenne. Nem ideológia, tényleg szép rohadékok. Fél 9 volt, pontosan 4 perccel esküvőt átélt férfi társaik jelentkezenek. Mennyire bolondult meg az asszony. Jó SMS számunk, ugyanaz 06. 70. 645 00 00, jövünk a hírek után. 3:49 perc, a gyerekek, szörnyű hírem van. Na, mi? Most kaptam. Tudom, kánikula. Megdög lesz. Elfogyott a meleg ásvány. Mindenki megdöglik itt a gyár, vigyázzatok. Nem, hát csak túléljük. Azt írják, jobb lenne, ha kimentenéd a parkból a cserjét, írja egy hallgató, mert a tulajdonos asszony eladta ezt a kastélyt egy beruházónak, aki emelt szintű nyugdíjas otthont tervez kialakítani. És a mamzerek fogják tépkedni a mogyoródat. Hát, be lehet menni cserjét látogatni, nem baj, hogy hát, ott akkor mamák ülnek. Köszönöm, de van egy jó hír is, hogy saját apartmanatok lesz benne. Igen, örökös tagok lesz. Öregkorodokra. Nézhetjük az erkélyre a cserjét. Gyere, Viki, menjünk ki, nézzük meg a cserjét. Ma is. Na, ugye arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy milyen az, amikor a nők megőrülnek az esküvő előtt. Egyrésztről azt gondoljuk, hogy az érthető életük nagy napja, tehát senki nem mondta, hogy ez elítélendő. Minden pasinak ugyanakkor ezt át kell élni, tolerálni, hagyni, hogy a nő kibontakozzon, ültetésen, de csináljon, dirigáljon, próbasmink, próbahaj. Ez róluk szól, hagyni kell, hogy ez az életük egyik legszebb napja, mert vitathatatlanul az nem szabad elvenni, hagyni kell, hogy ők ebben kiteljesedjenek. Ha 4 napig kis ajándékot gyártanak az asztalra, tegyék, ha 6 napig ülésrendet csinálnak, tegyék. A baj ez csak róluk az, szól. Így is maradnak. Az a baj, hogy utána sem változik a helyzet. Nem, tényleg azt gondolom, hogy ezt egy pasinak tudni kell. Hagyni ilyenkor. Tehát ne menjetek utána a gyerekek, mi, akik még tartjuk magunkat, ne menjünk, ő már megőrült. Házasodjatok. Sokasodjatok inkább. Sokasodjatok. Nem, tényleg jó. Azt fogod mondani, egy Bali, ritkán van igazad, de most igazad volt. Jól éreztem magam, jó volt, hülye vagyok. Komolyan, hálás leszel, tényleg. Addig álljál fél. Mondjuk, hogy én ott egy telesportzöld zakóban vonatozni fogok a Demiére fél kettőkor nálad. Ha egyszer te igen mondod, úgy be fogok rúgni és borogatni az asztalokat, és ott fog egy csókot. Ellen zó, menj azt, hogy Béka, enged már, hogy Ali, te pörkes már annyira, basszus, eldobod. Kárdonyba esett le. Sziasztok, írja egy hallgató, nálunk volt próbanász éjszaka. Az exem azóta is azzal a pasival él, akivel próbált, én meg vígan élek egyedül azóta is. Részvétünk. A mennyasszonytánc után kérdezi a feleségem, fel sem veszel, felkaptam, 2 lépés után ráléptem a szoknyájára, már borultunk is, a pénzestálat lefejeltem, az orrommal ömlött a vér, ír a G. Jó, ezek is jó SMS-ek, most nyilván nem az elrontott esküvőkkel akarunk inkább foglalkozni, hanem olyan SMS-ekkel, ahol ugye arról szól, hogy a feleség megőrült, és miket csinált hetekkel az esküvő előtt. Nálunk nem a feleségem pörgött be, hanem én, helyszínt, zenekart, fotóst, de még a gyűrűt is én intéztem. Egy női lélek, egy férfi testben. Nem? De jó. Nincs ezzel baj. Laci, aztán verekedés, mentő, rendőrök, még a személyzet is felmondott, nekünk mégis így volt tökéletes, így a Dénes. Az én feleségem az esküvő után 2 héttel felriadt, éjjel, úristen, a gyűrű meg a ruha. 2 héttel az esküvő után. Aha. Megnyugtattam, nyugi már 2 hete megvolt. Az ügy pikantériája, ma lesz egykor a vállóperem. Hát Istenem, sok boldogságot a jövőben. Hajrá, Tibi. Ez is az élet. Legalább happy end a vége.
Igen. Nekünk a háromtagú zenekar énekesének polgári foglalkozása boncmester volt. Párom az esküvő napján reggel meg a krematóriumba vitte a CD-t, amin a Cyber gyerek volt, hogy délutára megtanulja a szöveget. És volt égtek a... És ott meló közben. Hát el kell vinni a zenekar énekesének. Az esküvő jól sikerült. 300. Zenekarnak nagy sikere volt. Jó, gyerek. Hétvégén voltunk túlszervezett esküvőn, augusztusban készülünk a sajátunkra. Mi mindketten túl vagyunk már egy házasságon, ezért úgy döntöttünk, a saját esküvünkre rövid nadrág, strandpapucsa kötelező viselet, és vacsora címen a tanú telkén bográcsgulyás lesz a menü. Ennyi. A gyerekek, ezt így kell csinálni. A barátaink, családunk rajong az ötletért. Jó, de főzessétek le a bográcsgulyást előtte, nehogy kiderüljön, hogy rossz. Igen. Életem legnagyobb stressze volt az esküvőre készülődés. Tavaly esküdtünk, utolsó hetekben már mindenki mindenkivel összeveszedik, pedig mi csak jót akartunk mindenkinek. Végül mindenki beleszólt mindenbe, elegünk lett, majdnem visszamondtuk a párommal az egészet, ha még egyszer csinálnánk, csak kettesben esküdnénk valahol. Számomra az esküvő minden volt, csak nem egy kellemes emlék, pedig annyira vártam a nagy napot. A rokonok mindent eltak. Ütfecó. Hát azzal a részével nem tudsz csinálni. Próbarokonságot! Próbarokonságot! Mondjuk azt utálom egyébként, amikor a rokonság beledumál, hogy kit hívjál meg és kit ne. Hogy mi a fene köze van, hogy én kit hívok meg, és kit ne. És akkor jönnek a tippek, de azt nem hívod meg, és ezt is hív meg, mert akkor én is. Ha őt nem hívod meg, én se jövök. Hát a legjobb, hogy az, hogy ha ő ott lesz, én nem. Igen, igen. Hogy mintha ez róla szólna. Tudod, igen. Tehát, hogy ezt mennyien elfelejtik, hogy az a nap nem rólad szól, hanem akikhez mész, hogy nem? Hogy léci miattunk gyertek el, ne a másik miatt jöjjetek, vagy ne jöjjetek. Nekem mennyasszony üzemmódon van a párom egy hónapja. Kismama is. Szerintetek? Persze nem azért veszem el, mert várandós. Így egy hallgató. Ha. Mi van, ha az asszony próbaférjet is? Akkor ezt többen írják ezt a próba éjszakát, hogy ez annyira jól sült el, hogy nem hát is lett belőle esküvő. Az a lány búcsú. Vajon a csajok is? Igen? A lány búcsú? Igen? Hát, csak nem. Hát ott az első SMS az volt, amit most írtál, hogy olyan jó sikerült a próba. Nász éjszaka, hogy azóta is azzal él. Ez nyilván a lány búcsú. Igen. Az én mennyasszonyom annyira megbolondult, hogy 10 év együttlét után az esküvői időpont kiválasztásának eldöntése helyett lelépett a legjobb barátommal. Tessék. Akit esküvői tanulnak választottam. De legalább esküvő előtt írja egy hallgató. Ez milyen szép, nem? Lelép hát a csajod a legjobb barátommal. Tessék? Egyel nyúlt mellé. Igen. Aki megházasodik, az megtudja, mi az, hogy boldogság, de akkor már késő. Ez na jó van. De jó gondolat. De szép. Na jó van. Valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Na, hát én előtte gyorsan egy közlekedés. M3-as 167-es 168-as kilométer között baleset Nyíregyháza felé. Már torlódás van, Iznet küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ott igen, ezt többen elküldték, hogy nagy a torlódás. Ez egészen friss. Mi van, Anna? Lefűztél a melegben? Já, meleg víz. Hát miért nem ittál elég meleg vizet? Nem hordtál szalmakalapot, nem ittál védőital. Most nem engedted le a redőnyt. Igen, és nem szellőztettél este. Á, vagy a hallgató nem szellőztetett. Vagy a hallgató nem szellőztetett, igen. Úristen, és most ott fekszik a telefonja mellett. És Jézus, azért nem tudják a rokonok hívni, mert te hívod. Húzza már ki valahogy onnan. Nem hívott védőit a gyerek. És nem hordott szalmakalapot. Látod, hogy mégis van igazság a hírekben? Hogy van értelme a riogatásnak, hogy megdöglünk, mert itt a kánikula, mert nézd meg. Nincs védőit, nincs szalmakalap. Ki is megyek ide a hátsó kertbe, keresek valami dudvát, azt fonom magam valamilyen kis fejfedőt két megszólalás között. Zoli, halló, jó reggel! Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Hello! Szervusztok, ezek annyira lölkei, már azt hittem, te is kezdted, Pista bácsi. Herceg Szőlősről hívsz minket? Igen, hol van az országból? Kicsit csúszik is a hang, igen. Mit csinálsz? Én jelenleg dolgozom. Hát erre akartam kiukadni, hogy mit csinálsz? Igen, a kérdés is. Aha. Egy gyümölcsösbe az öntöző rendszert kezelem. Ó. Kinyitod a csapot, elzárod a csapot. Hát ennél egy kicsit komplikáltabb. Bekapcsolom a pumpát és kikapcsolom a pumpát. De gondolom gyümölcsfákat, nem? Tehát mint a almafa vagy barackfa? Ne, itt konkrétan barack van, az a nektarin. De vannak almafáink is, csak úgy külön. Aha. Ez nincs messze Magyarországtól, tehát ez ilyen 20 kilométer a határtól, ugye? Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon közeli hely, ugye? Hát konkrétan az udvari határ az itt egy 12-15 kilométerre tőlünk. Igen, az Mohács mellett van.
Jól van. Hát ez egy nyugodt munka akkor. Barackfákat öntözni, kellemes jó idő van, nem? Hát ez egy ilyen meditatív igen, munka. Igen, az idő tökéletes, a szúnyogok többen vannak, mint én. Tehát el lehet viselni. Hát. Védőital van elég? Van, van. Bekészítettem 5 liter jeges vizet. Nem szabad üreget inni. Szalmakalap, esti szellőztetés? Minden van, amit át tudsz kézzel. Hosszú ideig nem tartózkodsz a napon. Úgyhogy vagyok már benne, úgyhogy. Jó van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Na, ezt szerintem. Azt hiszem, hogy ezek vagy. Most egy picit nehezebbek, ha jól emlékszem. Tehető a kihívás. Zoli, meg lesz, jó? Bízom benne. Na figyelj, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. Melyik században élt Madács Imre? Ne kapkodj, ne siess. Jó kérdés. Nem fogok kapkodni. Melyik században élt Madács? Kitől kérdezed? Szerintem kitelni fogok. A 18. A 19. Mert hogy 1800-as évek, ugye az 19. Igen, hát 18. század, ugye az 1700-as évek, tehát az egy picit talán korai. Igen. Korai. Zolikám, hát ez... gyorsan ment. Ez nagyon, igen. Mm-hmm. Pedig jó lett volna, ha nyersz egy ajándékcsomagot, de hát ez most nagyon elmond. Nagyon is örültem volna. Igen, régóta vadásztál erre? Nem, próbálkozom még. Régóta? Próbálkoztam? Én nagyon régóta, konkrétan az előző csatorna óta hallgatlak benneteket, iskolom óta. Egy éve írok aktívan SMS-t, abból egy hónapja nektek. Na, hogy hallgatsz minket a kezdetek óta, de csak 5 hónapja nekünk írsz SMS-t? Előtte hova vagy? Vagy ezt nem tudom összetenni. Hát nem tudom, egy éven keresztül úgy írtam SMS-t, hogy rossz számra. De drága vagy, tényleg. Köszönöm a türelmet. Mi volt a szám, emlékszel? Nem tudom, szerintem a 6-os, 4-es, 5-ös valamit cseréltem fel. Aha. És nem írtak vissza, hogy bárki is, vagy ne szórakozz? Egy év alatt nem kaptál egy válasz SMS-t? Tényleg? Szerintem több türelmesen röhögött minden reggel az SMS-eken. Igen. Gondold, egy ismeretlen embertől kapsz egy SMS-t, szeretlek, Jani. Aha. Jók vagytok. Igen, ennyi. Szeretnék a naphallgatója lenni. Szeretnék a naphallgatója lenni. Mind a 3-otokra írtam, hogy imádlak benneteket, úgyhogy... De az ember lehet, hogy magára vette, hogy biztos egy távoli rokon. Hát vagy őket is, vagy Ferinek, vagy Balázsnak, vagy Janinak hívják. Ki igen, tudja. Ez nagyon örülök neki. Jó van, Zolikám, figyelj, úgy valamikor játszunk még, vagy naphallgatója leszel. Előbb-utóbb szoktam mondani, hogy mindenki biztos sorra kerül. Biztos vagyok benne, mert próbálkozni fogok, főleg, hogy taktikát változtattam, most már annál célzom, nem titeket, úgyhogy... Igen, ez nekünk kicsit fáj, de már a Hello Balázs, Hello Jani, Hello Feri szeretnék játszani, ez már körülbelül úgy, hogy drága Anna, szeretlek. Játszhatok? Hát, kicsit átvette a hatalmat. Én is rájöttem, hogy az Annát kell. Figyelj, igen, hát, itt mi nyomjuk a dumát, beszélünk, de hogy ő ott a kis fülkéjében, a mindenható. Senkik vagyunk a telefonon. Senkik, mindenről ütött, választ, adásba tesz, szelektál, élet és halál ura. Az alfa és igen. Az omega ő. Bizonyám. Zolikám, játsszunk majd még valamikor, jó? Jó munkát neked. Így van, biztosan benne. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot. Neked is. Hello Zoli, köszi, ciao. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azért belegondolok, hogy kapnék egy olyan SMS-t, rendszeresen kapnék olyan SMS-eket, hogy Balázs, Feri, Jani, imádlak benneteket, Zoli. Én nem lennék kíváncsi a részletekre. Én nem írnék vissza. Ugye? Vagy ha kérdeznél valami, nagyon durvát kérdeznél, igen. 5 perc a pontosan, 9 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 9 óra, most 11 perc, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk újra, már csak egy óráig. Úgy utána jön a halál. Ha nem visztek magatokkal elég védőitól, nem húzzátok le a redőt és nem raktok a fejétekre szalmakalapot. M3 a 168-as kavicsnál baleset, jelenleg útzár. Kamion belement hátulról az út karbantartók autójába. Te jó Isten! Jägermeister küldte el nekünk, úgyhogy az M3 168-as kilométerét valahogy mindenki próbálja elkerülni. 4-es főúton a 194-es kilométernél autó az árokban, ezt Tibi küldte nekünk. És mi van az M3-oson Miskolc után áll a forgalom, tud valaki valamit? Hát ez az oka, amit mondtam, hogy a 168-as kavicsnál hatalmas baleset van. Van egy Trafipax Siófokon, az Opel Szalonnál, a város felé menőket mérik, ez Zoli üzente, és az M3-as baleset egészen pontosan a Tisza hídon Nyíregyháza felé történt, kamion kontra útkarban tartó, hatóság még nincs, ez 3-4-9 után jött, valószínűleg azóta már van, Tiszaújváros felé lehet kerülni.
M7-es 145-ös kilométer Nagykanizsa felé szintén van egy trafi, ezt FP küldte nekünk, és mérnek a Gyömrőin kifelé a Bos után, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Aztán egy-két kérdés, csak így gyorsan. Miért nem bumozhatott a játékos, kérdezi valaki? Hát azért nem, mert hogy a harmadik kérdés elrontása után lehet bumozni, az első két kérdést se, ha rossz választod, vagy nem tudja, vagy lejár az idő, akkor ott nincs bumozási lehetőség, ott ugye egész egyszerűen csak vége a játéknak. Ezért nem bumozhatott. Ennyi. Csak a harmadik kérdés elrontása után lehet bumozni, kérdezte tőlünk egy hallgató. És nem mint a nagyon magyarázkodunk kellene, csak írják többen, hogy hát könnyű nekünk itt a klimatizált stúdióban dolgoznánk a tetőn például, akkor nem gúnyolódnánk ezen. Mi félreértés ne essék, csak szeretem még egyszer ezt a dolgot megmagyarázni. Nem arról beszélgettünk, hogy mennyire könnyű munkát végeznek azok, akik fönt vannak a tetőn vagy aszfaltoznak. Arról beszéltünk, hogy ez egy magyar sajátosság, hogy minden sajtóorgánum és minden médium tulajdonképpen a frászt hozza az ember, ha kitör a meleg, és valami olyan, nem is tudom, apokaliptikus képet jósolnak általában, ha itt 30 fok van 3 napig, és hőség. És elmondják, hogy mindig ugyanazokat. És elmondják évek óta ugyanazt, hogy szalmakalap, védőital, stb. És ezen nevettünk, hogy azért nem kell ebbe beledögleni, hogy most 3 napig, most 35 fok van. Nyilván jó, de hát a nyár sajátossága talán nem is annyira meglepő. Milyen fura, hogy mégis minden, tényleg mindenhol azt hallott, hogy a házi állatok is sőgutát kaphatnak, és tényleg úgy tálalja majdnem mindenki, mintha a világ vége lenne. Közben hát június van, nyár van, 30 fok, talán nem annyira meglepő. Igen. Erről beszéltünk ennek a idézőjeles gúnyolódásnak azért volt egy előzménye is, korán reggel, erről mi elég sokat beszéltünk. Elnézést, hogy ezt nem hallottátok. Hogy mindenki mindig ugyanazt tanácsolja. Igen. Bali Fucsovics nyer szettet Souza ellen. Fucsovics! Én nem tudom, a felhozó, meg a Challenger, meg a 250-eseket én annyira nem követem. Szerintem ez még csak nem is 250-es, hanem a Challenger. Vagy egy 50-es. Tessék? 180-as setter. Ilyen 180-as. Ja. nem tudom, nem ismerem őket. Hát reméljük, ő egy nagyon ügyes játékos, meg hát a legjobb magyar, úgyhogy reméljük előbb-utóbb odaér majd. Ő már Gyokóval, Federerrel, Nadállal, ez nagyon jó menedzsmentje van a Fucsovicsnak, úgyhogy Fucsinak, igen, nagyon nagy sztárok közelébe van, hát reméljük, hogy beérik majd előbb-utóbb. Azt hiszem, nem tudom. Mit? Hát, hogy hol van most? Top 100-ban már? Vagy közelít a... Nem, 200. Hát, szerintem nincs benne a 100-ban. Ja, nincs, de hát, hogy ez nagyon nagy szó lenne. Igen, te igen, is igen. A Fucsimucsit? Csak így, mert hogy időkitöltés, tudod, hogy amíg elmegyek a határot, így addig mindig elolvasom a teniszt is, ha már nincs más. Ha már nincs ott a Bali melletted, aki elmondja. Aki fárasszon ezzel. Igen. De jó, én zsibasztalak a teniszzel, te közben üveges tekintettel nézel rám, te zsibasztasz a várakkal, közben egy átnézek rajtad, és gondolkozom az, hogy mit fog csinálni délután. Benne is megragad egy pici ember, benne is megragad egy pici abból, és akkor így tök jó. Évek óta csináljuk együtt, azért valami ragadt a másikra. Így van. Igen. Most megre megtudtam, hogy Siklóson van egy vár, érted? Ja, azon dolgozom, hogy még egy death metal zenekar tudjon mondani az Obituárin kívül, mert ezt nyomja 20 éve. De azt milyen jól hozom. Na, több dologról is szeretnénk beszélni 9 óra után. Ugye egyrészről a múlt hétről még adósak vagyunk egy dologgal, egy kísérlettel, mert hogy foglalkoztunk azzal a fiúval, Ricsivel név szerint, aki ugye teljesen megdöbbentő módon fegyverrel az oldalán ugye hát kirabolt egy bankot a Futó utcában, és a pénzből moziba ment, szemüveget vett, kiderült, hogy azóta már 500.000 forintot fizetett lányoknak, hogy táncoljanak az ölében. És arról kezdtünk beszélgetni, egyrészt nyilván nagyon-nagyon sajnáljuk őt is, meg a családot is, nincs tisztában azzal, hogy mit csinált. Egy ilyen fiúnak börtönbe menni, nyilván jogos a büntetés, de hogy talán pár hónapot se fog kibírni, hogy milyen szörnyű lehet a családnak, és neki is. És ugye arról beszélgettünk, hogy a fenében van az, hogy ilyen, akiről ugye megállapítják aztán, hogy egy 15 éves gyerek értelmi szintjén van, hogy kap fegyvert az oldalára. Egész egyszerűen hogy van az, hogy biztonságtechnikai cégek pénzszállítójaként átmennek ezeken a pszichológiai teszteken, és fegyvert csatolnak az oldalára, és ezek az emberek fegyverrel az oldalukon sétálgathatnak, de egyszer csak fényt kapnak, bemennek, vagy lelőnek valakit, vagy nem, vagy csak kirabolják a bankot, vagy nem, aztán játékkonzolt vesznek, meg beülnek gyorsétterembe, és szemüveget csináltatnak 29.000 forintért. Most, hogy őt elkapták, kivizsgálták, kiderült, hogy tulajdonképpen egy kamasz gyerek szellemi szintjén van, nincs nagyon tisztában azzal, hogy mit csinált, sőt, másnap is ő munkába akart menni. Tehát effektíve teljes döbbenet. De nem is az, hogy ez megtörténik, hanem hogy tényleg hogy van az, hogy valaki így fegyvert viselhet.
Ugye? Hát azt gondolná az ember, hogy komolyabb a teszt. Aztán kiderült, hogy két különböző dologról van szó. Egyrészt, ha te az utcáról bemész és fegyvert szeretnél, nagyon komoly a vizsga, de vannak Magyarországon bizonyos biztonságtechnikai cégek, őrzővédés, vagy őrzésvédelemmel foglalkozó cégek, pénzszállítás, pénzszállító autó védelmével foglalkozó biztonságtechnikai cégek, ahol vannak olyan kapcsolatok, hogy két papír aláírod, megvan itt a fegyver, csatolt föl, mennyi a kis pénz, és akkor gyorsított az eljárás. És akkor gyorsított az eljárás. Itt ugye tulajdonképpen ezen cégeknek vannak olyan összekötetéseik, hogy 3,5 perc alatt kap a delikvens egy fegyvert, nyilván vagyonőrije már van, megcsinálja a vizsgát, megkapja, mehet. És hogyha már emberek rohangálnak fegyverrel az oldalukon, nyilván vannak olyanok is, akik abszolút joggal viselik, és megfeleltek a kötelező és szigorú vizsgáknak, de vannak olyanok, akik nem. Nyomozzuk le, vagy próbáljuk meg utána járni annak, hogy mégis hogy zajlik egy ilyen vizsga. És kerestünk ugye olyan embereket, akiknek van vagyonőriük, és azt mondtuk, hogy megfinanszírozzuk nekik azt, hogy legyen fegyvervizsgáljuk, menjenek el egy céghez, és nézzék meg, hogy mennyi idő alatt, milyen szigorral, hány vizsgával, hány teszt kitöltésével jutnak el odáig, hogy egyszer csak valaki azt mondja, hogy itt a fegyver, hordhatod, viselheted, tessék, vigyél, őrizzél, pénzszállítod, vigyázz ránk, lehetőleg ne rabolj ki semmit, mert hogy nagy a kísértés, ugye? És nagyon sok hallgatónk jelentkezett, közülük válogattunk, és megtaláltunk valakit, aki írt nekünk SMS, hogy neki van vagyonőrje, de szeretne, vagy gondolt már arra úgyis, hogy ő akkor leteszi ezt a fegyvervizsgát. Mi ezt mondtuk, hogy megfinanszírozzuk neki, és utána járunk egyfajta ilyen oknyomozásként, hogy mennyi idő ezt a vizsgát letenni. Nem mondd ki az igazi nevét. Mondd, hogy ő Kriszta. Nehéz lesz, mert fiú. Ja. Krisztián. És az összes Krisztián megfiggatják. Minden Krisztiánok éveken keresztül nem mennek el. Te vagy a morning show-s csávó. Itt van az ember, akit megtaláltunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, akkor mondjuk azt, hogy Krisztián, jó? Legyen igazából. De ha van esetleg valamilyen keresztnév álmod, akkor most valóra válthatom. Na, igen. Abszolút, a Krisztiánnal meg vagyok elégedve. Krisztiánnal meg vagy elégedve. Jól emlékszem, hogy te írtál nekünk a múlt héten SMS, hogy te szívesen megcsinálnád, ugye? Vagy részt vennél ebben a kísérletben? Így van, amúgy is terve volt ez nálam, és ezért írtam nektek, hogy ha esetleg ezt teszt keretein belül meg tudom csinálni, akkor miért is ne? Neked megvan a vagyonőri? Tehát a sima hagyományos vagyonőri vizsgád, az megvan? Így van. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor te mehetsz, mondjuk, ha bejelentkezhetsz pénzszállítóhoz egy céghez, és leteheted azt a vizsgát, amivel te már kapsz fegyvert, ugye? Abszolút, ez így van. Uh-huh. De egyébként mit hallottál a szakmából? Már nem akarom ezt a témát, meg ezt a dossziét újra kinyitni, most ki, hogy kap fegyvert, mert nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, hogy ez egy nehéz vizsga, vagy tényleg vannak olyan cégek, vagyonőri, pénzszállító, autókat védő biztonságtechnikai cégek, akik nem tudom. Tanfolyamon arra hallottam erről információkat, az oktató vetette fel a tanfolyam végén, hogy van erre lehetőség, hogy egy fegyvervizsgát le lehet tenni a vagyonőri mellé, amivel már el lehet menni ugye egy fegyveres testülethez is, illetve egy fegyveres céghez vagyonőrnek. Ez a fegyvervizsga, ez nekünk akkor azt mondta az oktató, hogy ez egyetlen egy nap alatt megvan, körülbelül 20 ezer forint a költsége, és egy nap alatt ezt a fegyvervizsgát le lehet tenni. Adtak is telefonszámot, hogy hívjuk fel az illetőt, és hogyha mi ilyet szeretnénk, akkor... Nagyon jó. Na, hát ennek próbálunk utána járni, hát ha utána majd, ha kiderül, hogy tényleg emberek, akiknek van egy vagyonőrje, de hát nincsenek fegyver közelben, egy nap alatt fegyvert szerezhetnek, akkor erre talán rájönnek néhányan, vagy eszükbe jut, hogy úristen, itt szinte az kap fegyvert, aki csak akar. Uh-huh. Amivel amíg azt jó dologra használja, és tényleg megvédi a pénzszállító autó rakományát, addig nincs baj. De hogy mindenféle idióták, akik egyébként elhatározzák, hogy nem tudom, kis önjelölt robotzsarukat játszanak fegyverrel az oldalukon, rohangálhatnak az utcán, úgyhogy hát, egynapos vizsga után átmehetnek mindenféle többoldalas, többnapos pszichológiai teszten keresztül komoly vizsgálatok, utánajárások nélkül, az megdöbbentő eredmény lenne. Vagy nem idióták, hanem egyszerűen éretlenek még arra. Vagy éretlenek, igen. Hát egy nap alatt nem is tudom, hogy lehet ezt megcsinálni. Ott van egy pszichológiai teszt, azt ki kell értékelni, meg kell nézni, hát két fordulósnak kéne, hogy legyen. Az oktató az azt közölte, hogy a fegyvervizsgán 3 darab lövőt kell leadni, és következő szavakkal fogalmazott, hogy körülbelül azt figyelik, hogy nagyjából egy irányba lövjél, tehát hogy ne fordítsd magad felé, illetve ne fordítsd
az oktató viszeli a fegyvert. Azért itt nagyon nagy hiba van a rendszerben. Itt nagyon nagy hiba van a rendszerben. Tehát te mondjuk vagyonőri vagy, vagy vagyonőr vagy, közben kicsit megbolondultál, berágtál, elhagyott a feleséged, vagy egyszerűen nem vagy beszámítható bármilyen lelki okból, vagy van valamiféle torzulás. Én azt gondolom, hogy ez annak a felelősséget vizsgálja, ahova te elmész dolgozni, és aki reggel a kezedbe adja a fegyvert. Nyilván a fegyvert munkaidőbe tarthatod magadnál, ezt magaddal haza nem viheted, de ez annak a felelőssége volna. Igazad van, de azért ennek van egy eleje, amikor ezt a vizsgát rendesen meg kéne csinálni. De azt gondolná az ember, hogy azért ez úgy megy egy normális országban, hogy azért ez legalább egy kétfordulós, legalább van egy komoly elbeszélgetés, írni kell egy 300 oldalas tesztet, azt kiértékelik, és mondjuk 10-ből 8-ra azt mondják, hogy barátom, maradj vagyonőr, üljél egy bevásárlóközpontban, vagy áldogáljál egy ruhaboltban, de hogy te nem kerülsz pénzszállítóra, és nem fogsz fegyvert viselni az oldaladon, mert labilis vagy, vagy bármilyen torzulásod van, és egyszerűen visszadobnak, hát ez így kéne, hogy működjön. Például elvonatkoztatunk a vagyonőri szakmától, ugyanezt a fegyvervizsgát csinálja meg, aki később vadászni akar elmenni, aki később egy sportegyesületbe akar elmenni, tehát ugyanezt a vizsgát csinálja meg, ezt az egynapos akármilyen vizsgát. Ide, akkor, amikor erről a témáról beszélgetünk, és azon emberek írtak, akik utcáról mentek be, és nem vagyonőri cégekhez mentek, azok akkor azért elmondták, hogy nagyon komoly tesztet kellett írni, és nagyon komoly kérdői volt, aztán kiértékelték, kétfordulós volt, tehát hogy más, hogyha az ember egy vagyonőri céghez megy, és erre ezt a konklúziót vontuk mi le a múltkor, mert ott vannak olyan kapcsolatok, hogy egy nap alatt megvan. Az feltételezik róla, hogy ezeken a dolgokon átesett. És más, ha valaki az utcáról megy be, mert ott viszont nagyon komoly vizsgát kell tenni. Jó, figyelj, kíváncsiak vagyunk egyébként. Nyilván ebből nem lehet általánosítani, és nem lehet azt mondani, hogy minden cégnél így működik, de mégis mutat egyfajta képet a rendszerről, hogy ebben azért akkor nagyon komoly hiba van, mert egy félbolondok rohangálhatnak fegyverrel az oldalukon, úgyhogy egy nap alatt azt megszerezték, az nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy baj. Ebben maximálisan egyetérthetünk. Jó, figyelj, akkor adáson kívül megbeszélünk mindent. Ez mennyi idő? Tehát ha most te bejelentkezel, akkor nyilván akkor fogunk beszélni, amikor te ezt megszerezted, hogy egy hét-két hét, ennek mennyi az átfutása körülbelül? Én arra tippelek, hogy egy-két hét, igen, ez nyilván attól függ, hogy tartanak nyári szünetet a tanfolyam szervezőnél, abszolút. Hogyha én bejelentkezek, szerintem jövő héten el tudok menni vizsgára. És akkor lehet, hogy jövő héten csütörtökön fegyverrel az oldaladon rohangálhatsz, ha bejelentkezel egy vagyonőr céghez? Hát igen, papíron ez akár működhet is. Jó, arra kérnénk akkor téged, hogy figyelj meg minden nagyon jó, hogy hány kérdésből állt a teszt, milyen típusú kérdések voltak, hány ember kezén keresztül mentél át, hányan beszéltek veled, volt-e olyan kérdés, ami a magánéletedre vonatkozott, kiderült-e, hogy te dühös vagy-e a világra, találkoztál-e pszichológussal? Lehet, hogy ezek kicsit most ilyen naív feltevések, mert ahogy hallom, ez két órás tanfolyam plusz egy nap, és az a nap végére megvan a fegyver, ez lehet, hogy azért egy kicsit naív. Nem lesz sok kérdés, és nem lesz sok kérdés. Igen, én is azt gondolom, hogy itt technikai kérdések lesznek szigorúban. De hogy zajlott, hányan voltak, mennyire volt szigorú a vizsga, mit kérdeztek, lehetett-e puskázni, járkáltak-e a padok között, és azt mondták, hogy aki elővesz valamit, tehát hogy volt-e valami minimális kritérium, vagy valami minimális követelmény, amit tényleg meg kellett tanulnod, illetve ami engem érdekel, ennek a lelki vetülete, hogy hány szakemberen keresztül mentél át a teszten, és hány emberrel beszéltél, hát halva nem lesz sok, amíg neked valaki azt mondta, hogy itt egy fegyver, gyere hozzánk, vagyonőrnek, hordjad. Meg azoknak is, mondjuk a hozzáállással is kíváncsiak vagyunk, akik veled együtt vesznek részt ezen a tanfolyamon, mert az is egyébként egy elmond sok mindent erről az egész dologról, de annyit kérünk tőled, édesfiam Krisztián, hogyha lehet, első körbe teljesítsd a követelményeket. Ne legyen sportvizsga. Mert az dupla pénz. Mert akkor tudod, nincsen nyaralás egész nyáron, ha sportvizsgára készülsz, akkor már ilyet biztos rége hallottál, apukád régen mondtál. De hogy nagyon hiszünk benned. Nagyon hiszünk benned. Igyekszem elsőre teljesíteni, már nem feltételezem. Vörös diplomával létszik. Okay. Figyelj, okay. Akkor adáson kívül Júli visszahív, jó? Gyere be hozzánk akkor, mi ezt kifizetjük neked, jó? Okay. És ezt te tudod utána egyébként hasznosítani? Tehát ugye beszéltünk erről, hogy neked abszolút, ez cél volt. Persze, nekem ez igen, ez amúgy is terve volt ez a vizsga. Tehát abszolút tudom utána hasznosítani. De nem halljuk ám azt majd, hogy álnevén Krisztián bement egy bankba, és 25 millió forintot. Morning show juttat a fegyverhez. Figyelj, megfinanszírozunk téged, és 10 évenből valamit kirabolsz, mert fényt kapsz, és hogy veszel 2 darab játékkonzolt, bemész egy gyors étterem, és ezt egy pipsóba még elszasz 500 ezeret. Mi börtönbe megyünk, úgyhogy hozzájárultunk ahhoz, hogy neked fegyvered legyen. Jó? Mit akarsz egyébként? Hova mennél? Vagy mi a cél? Tehát mit szeretnél? Ilyen pénzszállító autóra? Vagy mit lehet fegyverrel csinálni? Nem, én igazából már egy erdészetet védek, tehát így maximálisan már ebben a
szakmában dolgozom, és ezt szeretném egy kicsit továbbfejleszteni ezzel a dologgal. Az azt mondja, hogy erdészetet védesz, hogy az egyik oldalról tüzel a vadász, a másik oldalon vagy te is lőttök egymásra? Hát, ha nem is ezt jelenti, de orvadászatot, ilyesmiket felügyelni. Hát egy kis túlzással akkor tulajdonképpen ez? Igen, igen. Erős túlzás. Na, már rádengedték a kutyákat. Na, tessék, itt vannak a pitbullok. Megjöttek, megtaláltak. Igen. Figyelj, ez azt jelenti, hogy például, ha látsz orvadászokat és lesz fegyvered, akkor te akár tűzpárbajba is keveredhetsz majd az orvadászokkal? Nem, hát jelen ennek komoly szabályai vannak. Tehát én akkor vehetem elő a fegyvert, ha életveszélyben vagyok, valakinek a élete veszélyben van, illetve hát, hogyha olyan helyzet van, tehát ezt nem vehetem elő akármikor. Nyilván persze, hát ezt gondolom. Itt Magyarországon egyébként mire lőnek madarakra? Az olaszok, tudom, hogy előszeretettel csempésznek át csomagtartalmat. Hát, lőnek ezek mindenre. Igen? Őzvad, disznó, minden, ami létezik. Úgyhogy van itt elég sokféle állat itt az erdőben. Ja, mert ahogy madár, igen, hát ott elmondjuk, hogy mikor, mire lehet, ugye? Tulajdonképpen. Hát, hogy szezonális dolgok vannak, x időnként lehet, bizonyos szezonok vannak, és akkor arra a vadra mész, ami éppen szezonális. Hát bizony, még pár héttel ezelőtt ugye hallottunk arról a medvéről, amit szintén ilyen rapsicok vadásztak le. Hát igen, azért egy egyedi eset. Hát azért nem mindennapos a medve a Magyarország erdőben. Hát, még nem lőhető. Attól még nem. Ha megijedt, hát nem tudtam mi az, hogy miért nézd már mozog anyát, pam! Nekem szaladt. Ha neki szaladt a medve, le kellett lőni. Nem vagy az, mert ezért mondta, hogy visszadó a pért. Na jó, hát... ez egy érdekes dolog. Hallottuk azt is, ugye, hogy azért mondtam, igen, fegyverviselésén puskázik, kérdezi valaki. Igen. Hallottuk, hogy valaki úgy töltötte ki a tesztet, hogy a szomszédjától kérdezte meg, sőt, vagy olyan is volt, amikor ezzel foglalkoztunk a múlt hét, hogy valaki elmondta adásban, vagy talán SMS, hogy a vizsgabiztos mondta meg neki, hogy ne azt írd be, hanem azt írd be, mert az rossz válasz. Tehát megdöbbentő. Megdöbbentő. És ugye itt van ennek a szegény fiúnak az esete, ami egyébként Isten igazából jól végződött, ugye szegény Ricsi. Azért mondom, hogy szegény, mert nyilván bankot rabolt, börtönbe megy, de hogyha 15 éves gyerek szintje van, és ezzel tisztában se volt, akkor itt is valami nagyon nagy torzulás van szegénynél. Egy tehát nagyra nőtt gyerek. Rettenetesen sajnálom, hogy nagyra nőtt gyerek, igen, lénynek se tudná ártani, általában az ilyen típusok nem lőnek le aztán senkit. Úgy döntött, hogy fegyvert ad a kezébe. Igen, de hogy mégis valaki úgy döntött, hogy fegyvert ad a kezébe, itt járkált köztünk, és járkálhatott volna úgy, hogy egyébként haragszik a világra, igen. Nem igen. Szűz még, mit tudom, én most nem róla beszélek. Hát épp a napokban lehet hallani, nem egy ilyen hír külföldről, hogy ezen azon az egyetemen főiskolán. Így van. Előtték maguk ellen, hogy fordították után fegyvert, tehát igazából ez. Szóval azért ezek nagyon nagy hiányosságai a rendszernek, és ezen azért mindig akkor gondolkozik el ezen valaki, és mindig akkor csinál valamelyik politikus valamit, ha mit tudom én, bemegy valaki egy McDonald'sba, és meghalhat ártatlan ember. És akkor mindenki a fejéhez kap, hogy úristen, hát ezt már kellett volna szabályozni. Addig, amíg nem történik semmi ebben az országban, nem így van? Amíg egy busz nem megy a falnak, mert nincs rajta rendes gumi, amíg egy rendőr nem hal meg, mert nincs a motorján rendes gumi, addig nem történik soha semmi ebben az országban. Aztán igen, és aztán valami félbolond lelő valakit majd a, mit tudom én, a Ferenciek terén, mert fényt kapott és fegyvert viselt, és amelyek, hogy szigorítani kellett volna. Hát akkor itt van ez a rádióműsor, hallgassák meg, hogy mi lesz ennek a tesznek az eredménye, és mondják azt, hogy hallottuk, nézzünk utána, hiába vannak bizonyos cégeknek bizonyos kapcsolatai, szigorítsuk meg, hogy juthatnak elmebetegek és nem elmebetegek egyébként fegyverhez, mert valaki ebben meg fog halni. Így nem így van? Így van. Tehát, és ugye van egy másik vetületésének a dolognak, amiről nem beszéltük, hogy magának árt vele. Tehát nem csak az, hogy másnak árt, egy labilis személyiséghez fegyver kerül, és adott esetben egy rossz pillanatában maga ellen fordítja, az is egy hatalmas. Igen, csak az ilyen labilis típusok általában először másnak ártanak, lelőnek négyet, majd utána megpróbálják fölbelőni saját magukat. De a cél, hogy ne ártassanak senkinek, sem másnak, sem maguknak. Igen, ez egy fontos probléma, erről beszélni kell, és az ember erre addig legyint, amíg nem valaki ül valamelyik étterembe, ahova bement egy félbolond, nem? Vagy naposztál az oktogonon, amíg aztán valaki egyszer csak ott tényleg nem kap fényt, és kezd el lövöldözni, mert nem tudta megdönteni a rekordot egy PSP konzollal. Tehát, hogy ezzel mindenféleképpen beszélni kell, vagy erről mindenképpen beszélni kell. Oké, jó, akkor gyere be hozzánk, jó? Krisztián. Jó, rendben. Jegyezd meg mindent, jegyezd föl mindent. Nézd körül, alaposan tényleg, és akkor beszélünk, ha megvagy. Julinál kéne majd jelentkezni, ha kész vagy a vizsgával. Jó? Jó. Okay. De ott okay. Ne mondd, hogy te a Krisztián semmi vagy. Semmi kép, tehát érted? Ne, igen. Ha valaki mondja, hogy hallottál, nem te vagy, ne, de igen, tehát lapulj, figyelj meg, menj át a vizsgán. Így jó? Áfás számlát kéri, el tudom számoltam. Klassz, FM mindenképpen. Jó van. Oké, okay. Na akkor beszélünk egy hét múlva, jó? Oké, okay. Köszi, ciao, hello. Bent vagyunk. Ott vagyunk. Nem, de... Majd nem, majd már küszöbön vagyunk. Figyeljetek, ez egy érdekes kis. Ez félek tőle, hogy
pontosan bruttó 3 órán belül egy elbeszélgetéssel egy másfél oldalas teszte, úgy meg fogja kapni, mint a húzat egyébként. Hát vagy most tudod, mi van? Az összes vagyonőr, mindenki, aki most akarja letenni a fegyvervizsgát, panaszkodni fog. Én még ilyen szigorú vizsgáról nem hallottam. Hallott? Hetekig szivattak mi. Mert most minden egyes tanfolyam mindenki be fog keményíteni. Hallottad, csak nehogy hozzánk jöjjön az a srác. Igen. Fontos, hogy beszélünk Krisztiánnal, hogy ő addig menjen, amíg tényleg azt nem mondja valaki, hogy itt egy fegyver szinte. Tehát ne csak az engedélye legyen meg, hanem ha kell még legyen orvosi, kell még legyen rendőri, tehát menjen végig azon az úton, amíg hát ugye, minden. Mindenen, amíg valaki azt mondja, hogy megnézi a papírt, igen, te most fölvehetnél egy vagyonőri cégnél egy fegyvert, mehetsz. Tehát ezt az utat fogjuk vele végigjáratni. Itt valaki írja, hogy fegyvervizsgát leteszel, nem kapsz fegyvert, csak a biztonságos kezelésről teszel vizsgát, kell orvosi, rendőrség engedély, tehát mindenen végig küldjük. Jó, bár itt az elmondások alapján ez pont egy nap alatt ugyanúgy megvan egyébként. Hallott, Krisztián, végbélvizsgálat. Tükrözés. Hát minden. Hát nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. Na jó. Akármelyik állatot lelőhet egy hallgató, csak előtte el kell kiáltanod magad. Vigyázz, támadni akar. De ő egy őszike volt. Na jó van, oké. Mi a helyzet az M3-ason? Többen kérdezik, próbálunk segíteni. Ha van friss információ, akkor küldjetek. Jó. De elén folytod, lekeverni. Fél 10 múlt pontosan, 3 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz pontosan 6 perc múlva. A fegyvervizsga a fegyverismeret használatáról szól, ez nem fegyverviselési engedély, írja nekünk egy hallgató, köszönjük, igen, addig megyünk, amíg nem kapja meg azt az engedélyt, amivel ő már lehetne vagyonőr, fegyveres vagyonőr, hangsúlyozzuk. Még egyszer, de köszönjük az SMS-t, addig megy a hallgatónk, álnevén Krisztián, igazi neve Krisztián, aki... ez a nagy összezavarás. Gyerekek, nagy összezavarás. Azt hiszitek, hogy az álneve Krisztián. Pedig nem. Mindenki másra gyanakodni fogtok Krisztiánokra, nem pedig ez az igazi neve. És lehet, hogy ez a családneve, tehát ő Krisztián József. Krisztián, Krisztián. Majd Krisztián, Krisztián. Szóval addig megy, amíg nem lesz meg az az engedélye, amivel már viselhet. De köszönjük szépen a hozzászólást. Az M3-asról kértem infót. Egyrészt Budapest felé 25-ös kilométernél motoros forgalommal szemben. Okos. Motoros forgalommal szemben, Kata. Illetve a 168-as kilométernél Debrecen felé van a baleset. Igen, egy pályamunkálatokat végző teherautó hátuljába rohant egy teherautó, és több kilométer hosszú a kocsisor. Ez jött 9 óra 36-kor. Csak azt írja meg valaki, hogy pályazár van-e, kerüljenek a hallgatóink, vagy esetleg egy sávon megnyitották. Sanszos, hogy ott most pályazár van, úgyhogy próbáljatok meg kerülni. Na, egy fontos dolog történik pénteken. Összefonottunk már a Vöröskereszttel, mert hogy ugye véradásunk van. Véradás van. És van egy-két fontos információ. Ezzel nyilván segíteni szeretnénk leginkább, mert hogy óriási vérhiány van mindig az országban, és kötelességünk is, meg abszolút szívesen is tesszük, hogy közösen néha ide szervezve a Klassz FM-be idehívjuk a Vöröskereszt kamionját, és 30-50 embert kicsit megcsapoljunk. Köztük magunkat is, ezáltal is ugye próbálva egy kicsit segíteni a vérhiányos állapoton, ha lehet így mondani. Van egy-két dolog, fönt lesz a morningshow.hu oldalán minden, mert el fogunk mondani, és holnap is beszélünk róla. Így van. Nagyon-nagyon fontos az, hát gyakorlatilag, ahogy te is elmondtad, hogy rutinszerűen itt hátul az ülői 102-ben a belső udvaron találjátok meg majd a kamiont, és 6 órától 11 óra 30-ig várják majd a véradókat, akiknek meg fogtok lepülni. Egészségesnek kell lennie. Semmi látható rokkabarás egyebek, minimum 50 kg-os testsúlya kell rendelkezni. Akkor én adhatok kétszer. Így van, Feri, kétszer adhatok. Majd. Kétszer egy liter. Azt mondja, hogy szükség van személyigazolványra, vagy jogosítványra, vagy útlevélre. Emellett tajkártyára, uniós is megfelel, és lakcímkártya is kötelező. Nem egyszerű. Hogyha van regisztrált, tehát hogy egy regisztrált drónról van szó, akkor egy taj másolat is megfelel. De még egyszer mondom, tehát személyigazolvány, tajkártya és lakcímkártya kell. Előtte mindenképpen étkezzetek, és nagyon sok folyadékot fogyasztatok. Ez most kiemelten fontos, mert hogy nagyon meleg van. Így van, rengeteg védőitalt kell fogyasztanatok, még akkor is, hogyha esetleg nem lenne meleg, ez egy nagyon fontos itiner, de így, hogy ilyen meleg van, még többet. Jó, a levet véremennyiség 450 ml lesz. Jó? Jó. Ha esetleg mégis több, kérjétek vissza. Oké, tehát más, ugye annyi a lényeg, ne így omorra gyertek, ez nem mér cukrot, meg semmi, nem ez a lényeg. Egyetek, ígyatok, és pénteken véradás. Aki érez magában affinitást, hogy segítsen, örülnénk neki. Egy picit hosszú a dolog, ne is áltatunk senkit, mert hogy várni kell, adminisztrálni dolgokat, tehát az idejössz, megszúrnak, elmész, ez legalább egy 3-4 órát tessék rászámolni, ha valaki idejön 9-re, körülbelül 10 körül tud majd sorra kerülni.
mindig sokan jönnek, valakinek van ideje, erre járt, nézze be, szúrassa le magát. Mindig nagyon örül a Vörös Kereszt, amikor velük dolgozik együtt, mert baromi sokan jönnek és sok vért kapnak. Így van. És hát nem lehet tudni, hogy kinek kell. Nagyon régi szlogen. Ilyenkor kevesebben adnak, ugye mindenki szabin van, igen, tehát azért szokták ilyenkor ide jönni. Csak hogy mondani szokták, a betegek nincsenek szabadságon. Igen. Úgyhogy aki vért ad, az életed ad, ez egy nagyon régi szlogen, de nagyon okos, és tényleg érdemes rajta elgondolkodni. Gyertek, segítsetek. Oké. Okay. Adunk egy pici Morning Show relikviát, jó? Valami kis nyakba akasztott, valamit, megszórjuk a tömegeket. Jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma. Ugye egy érdekes cikkre bukkantunk, és gondolom sokan látták az MMA, ifjúsági MMA-s fiatal gyerekeket, akik verekedtek. Arról beszélgettünk, hogy ki az a szülő, ki az az edző, aki mindenféle védőfelszerelés nélkül a ketrecbe engedi ezeket a gyerekeket, mert hogy tényleg gyerekekről van szó, az egyiket torkon rúgták, a másik sírva jött ki, a harmadiknak leszakadt a fél tüdeje, és tehát, hogy nonsens, gondolja ezt egy laikus mi szülőként, hogy a fenében van az, hogy ezeknek az embereknek senki nem szól, se a szülő, se a bíró, se a szervező, hogy ez nem jó így, hogy 8-10-12 éves gyerekek verik hülyére egymást, mindenféle védőfelszerelés nélkül. Történt is baleset, mást mond a Országos Küzdősportszövetség, mást mond a Növényi, mindenki MMA-nak mondja magát, mégis próbáltuk megkeresni az okokat. Norbi hallgatott minket, Növényi Norbi be is telefonált, és elmondta, hogy szerinte ezzel az egésszel mi a baj. Közben, ha minden igaz, akkor az MMA Országos Szövetség Egyesület vezetője Felföldi Szabolcs pedig jelentkezett, hogy ő is szeretne hozzászólni, mert hogy ők szervezték ezt a dolgot. Holnap megszólaltatjuk, meghallgatjuk, hogy mit mond erre. Erről beszélgettünk, Norbi betelefonált, elmondta a véleményét, valamint az esküvői szóba jött Júli kapcsán, hogy a barátnője megőrült, ugye? Finoman szólva. Igen. Vagy az öccse feleség előtte megőrült. Próbaevés, próbasping, próbaesküvő, próbaszex, mindenen túl vannak már. Arról beszélgettünk, hogy a férfi társak hogy élik túl ezt a sok-sok próbát az esküvő előtt. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Röhögsz, mi röhögsz? Látlak én majd téged. Fogsz állni a kis flip-flop papucsodban a tóparton. Az de bírnám. Részegen nagyon, üvöltözött nagyon fesztivál szeretném. Lesz nálunk. Az jó lenne. Egy ilyen flip-flop papucsos, laza, berugós, mindenféle. Azt tudod, hogyha az anyakönyvvezetővel lebeszéled, akkor nem kell elmenni polgármesteri hivatalba, hanem mondjuk kifizeted, nyilván valamennyit, de hogy kijön és a kertedben megtartható. Annyira meghitt, annyira hangulatos, és nem kell bemenni ilyen szociál, nem tudom, ilyen polgármesteri hivatalba, aranka szalaggal, fáradt pogácsával, meleg vízzel. Hanem, és nem is akkor összeg. Igen. És látod, mint egy ilyen futószalagon, hogy kettes terem nyílik, mennek be, hármas terem jönnek ki, tehát az egész ilyen tényleg szörnyű maga ez az intézmény, de hát nyilván a polgári esküvőnek ez a menete. De mit tudom, én tényleg ilyen tópart is utána belevágjuk a vízbe. Megcsinálják a kertetben. Igen. Na ez lesz. A NASZ még megcsinálja a kertetben. Az anyakönyvvezető. Szegény, ne bánts már. Velencirom, kedvesek. Nem hát azért lehet, hogy ő is érte. Félmeztelenül lóbálná a melltartóját. Ez a buli, Feri! Így van. Még nap fejet, nem csúszik. Hello, Csabi, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. De amennyire én tudom, a nagy főkönyvet, az anyakönyvet ő nem hozhatja ki. Tehát meg lehet a szertartás, de aztán nektek be kell menni aláírni. Szerintem most már kihozzák. Állítólag az nem mozdítható. Én voltam olyanon kertben, Szentendre, családi ház, kijött, és ott valamit beleírtunk. A balai könyvben? Persze. Igen. Nem ízlett a bor. Ja, igen. Annyira részegek voltunk, azt hitték a panaszkönyv. Nem ízlett a bor. Azt hitték, 50, azt mondták, 50 parkolóhely van, az volt csak 40. De szerintem ott kihozzák ezt már, nem? Vagy mi ez, mint a Szent Jobb, hogy nem lehet elvinni? Vagy azért, amikor mi házasodtunk, akkor ez volt, hogy kijön bárhova és megcsinálja a hivatalos, de ettől függetlenül majd az aláírásért azért be kell menni, mert ezt az anyakönyvet ezt nem mozdíthatják ki onnan. Most nézd, szóval a buli, jövő hét pénteken már be tudunk menni. Be a buli a lényeg, bementek, aláírjátok. Persze. Beleesik véletlenül a vízbe, vagy rámlik egy kis bor, érted? Tehát Ferieknél bármilyen szorulhat. Biztos. Mi van, nagy a dugó? Rettenetet. Láttam, lehet, hogy itt mérgelődtél, vagy hallottam. Ez a város most, a ma reggel, de lehet, hogy amúgy is kicsit élhetetlen, és nem lehet közlekedni. Legalábbis onnan én jövök. Tehát 17. kerületből elindulok, 10. kerületig működik minden, és ott megáll az élet. Teljesen megáll. Mindent felújítanak. Tök szép lesz biztos, és nagyon jó lesz. Csak el kell indulnom már hajnalban. Gyere metróval. De azzal se tudok, mert a metróig se jutok el, mert nekem nincs kötött pályás lehetőségem, ráadásul ott, ahol lenne, ott meg éppen felújítják a villamos pályát. No. Akkor kérd el a Gyulától a régi pultot, és nyomjad otthonról. Nem? Előveszem a bringámat, mert hamarabb beérek. Vagy gyere futva, úgyis futsz minden reggel. Te igazad. Hány kilométer ez? 16.
Egyébként az már egy komoly szint lenne, ha befutnál. Hogy örülnétek, ide beülnék 16 kilométert lefutva? Nem, hát itt van egy piszoár, belehajtod a fejed, lehúzod a WC-t, megmosod. Ennyi. Csak vigyázz, hogy a deszka ne csapodjon a nyakadra. Kész. Csinálja mi? Vagy hogy arra figyelj, hogy Kati ne menjen éppen akkor. Egy órája asszalódunk itt az M3-oson, teljes útzár. Ugye kértünk infót az M3-asról, hatalmas baleset van. Totális a káosz, rendőr az már annyi jött, lehet tömegverekedés van, nem is baleset. Minimum 2 órát kell várni, ennyit tudtunk meg. Mindenki kerüljön, aki tud, teljes útzár. Úgyhogy a 164-esnél Tiszaújvárosnál már le lehet hajtani, aki tud, az előbb jöjjön le. És akkor ebben nem szalad szépen bele. Jól van, hívjuk a nap hallgatóját. Tele vagyunk ajándékokkal. Ha mondja, hogy Morning Show, még egy Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomagot is kap. Ja, Laci, ne tréfálj meg. Mindig csak bókázol. Csak a hülyeség, mi? Csak 10 koma érzi a végén. Kiviszik az anyakönyvet, már írják. Igen? Igen. Persze. Igen. Kicsőn, gyerekek. Éjjel bemásznak, értes. Mi van? Ja, igen. Morning Show. Oh, bizony, hello. Komolyan? Nem mondjátok. De, mi vagyunk. Tényleg? Igen. Hello. Hello, jó reggelt. Régóta vártad ezt, vagy sokat írtál? Hát, nagyon sokat szív. Ne csináljátok, tényleg. Na jó, nem. Bejött az új munkahely, van házam. Komolyan? De már mi az, hogy bejött az új munkahely, van házad, hamar kaptál fizetést, vagy ez így, vagy hogy? Vagy honnan lettél? Nem, hát nem lett egy tök jó munkahelyem. Most eddig is volt, csak most lett egy még jobb. Aha, és most mi lett? Mit csinálsz? Tudhatjuk? Vagy most mi lett? Igen, traktoros voltam eddig még úton, onnan írkáltam nektek. Most itt Jánoshalmán, ahol lakom is, itt állatgondozó lettem. De jó. Úgyhogy. Na, örülünk. Hát ennyire már régen örültek nekünk így 10 óra előtt. Ez nagyon jó. Hogy hívnak? Az egész kezem. Kárás Tamás. Tamás, hello Tamás. Megtörtént eset, amit írtál, vagy csak humorizáltál? Nem, csak humorizáltam egyébként. Na, mert az esküvőkről beszélgetünk, szenzációs, amit írtál, én azt hittem valóban megtörtént. Eladó a menyasszony felkiáltásra, a papa a hátsó sorból előre kiabált, azt még árulhatod egy darabig. Mondom, ez valódi, az nagyon, az nagyon kemény. Igen. Nem, ez így eszembe jutott, mikor reggel beszéltetek róla, ezt gondoltam, írok én is. Na, ez egy ajándékcsomagot jelent neked, Tamás. Hú, nagyon szépen, köszönöm. Nagyon örülök. De jó. Tényleg nagyon. Bögre van benne, egéralátét, nyakbaakasztó, Klassz FM-es Morning Show-s relikviák, nagyon szép kis csomag. Jó? Hát és még ami mellé jár. Bizony, és még ami mellé jár, sörfesztiválra tudsz menni, könyveket kapsz, hogy olvassál, mész egy retropartira, kiviszi neked a posta, hát be fogsz pisélni a gyönyörűségtől. Annyi minden van, hogy megőrülsz. Köszi, hogy minket hallgatsz, örülünk. Hát én köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Sziasztok. Hello, Tamás. Na jó van, Csabikám, remek zenéid lesznek? Ezt elfelejtettem mondani neked, hogy múlt héten bárhol jártunk, ugye körbejártuk a Balatont, ez volt mindenkinek az első kérdése. Csabikám, remek zenéid? De jó. Mindig működik. Franz Zimmert hozom nektek, aki művész nevén Alle Farben, egy berlini DJ, pont a napokban ünnepelte a születésnapját. És neki van egy újdonsága, amit szerintem ti szeretni fogtok. Hát jó, Jani nem annyira, jó, de... azért. Jani nem annyira, de a Balázs talán. She Moves, az a címe. De jó. Olyan régen hoztál tőle bármit, és Zimmer Frey volt ez az ötlet. Veteg. Hogy hívják? Alle Farben. Aha, mert a Hans Zimmert azt ismerem, ő egy nagyon komoly zeneszerző, ugye? Franz, és nagyon... Ő Franz. Franz Zimmer, aha. Franz Zimmer, és Alle Farben néven futott be így. Hát Alle Farben néven, hát én vagyok a prosztó. Angol lenne, All Colors lenne. All Colors. Alle Farben. Hát akkor dankes. Mert a Hans Zimmer ugye az utolsó szamuráj, a Karib-tenger kalóza, egy zseniális beső embert, nagyon nagy zenéket ír egyébként. Hát Franz Zimmer. Ez nem ő. Franz Zimmer, meghallgatjuk. Csabi, én a kívánság műsorra 555-55-00. Ez a telefonszám, pénteken reggel véradás, aki tud, jöjjön, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.